Most jön az üzenet. Adrici, még annyit mondanék, hogy a terem befogadó képessége 1000. Ezer. Jó? 1000. Tehát most már 504-en vagyunk, tehát az 500 már rég nem enged. A régi 500, azt tegnap föltettem 1000-re, mert éreztem, hogy leszünk egy páran. Oké, Jó. és ezt most mondod. Nem akartam korai pánikot. Innen még hiányzik. Igen, Oxigén. köszönöm. Jó, Ja, rendben. és még mi hiányzik? Információ. Na jó, most már 533 vagyok. Mindegy, figyelj. Én most nem fogok arra figyelni. A találkozás itt ezen a Zoomon. Szeretném nagyon informatívvá és organikussá tenni, szerint tartani, ami azt jelenti, hogy nekem van egy rövid, 10 perces, hogy mondjam, előadásom, utána válaszolok Bognár Zsuzsa, aki az Expert Coach tagja, kérdésére, és utána megnyitjuk a termet kérdésekre. Arra kérlek benneteket, hogy próbáljátok tömören feltenni a kérdést. Én ugye egy kommunikációs tanár vagyok. Lehet, hogy hipnotizőrnek hisznek az emberek, de én egy előadó vagyok, tehát engem nagyon profin kiképeztek arra, hogy hogyan kell kérdezni, felelni, válaszolni, előadni, és minden szónak megvan egy pszichológiai jelentése, amiből én ki tudom szűrni azt az álláspontot, amiben én tudok segíteni az embereknek, jó? Az a lényeg, hogy most az új energiákban, és ez már része az előadásomnak, nagyon sok olyan energia jön ki, lehet, hogy nem bennetek, vagy benned feltétlenül, hanem a kollektívból, hogy ki vagyunk éhezve a figyelemre. Adrici erre említette, hogy mikor azt mondjuk, hogy én is, nekem is, ez valami, ez megint egy ilyen valamilyen szinten egy hasonló energia, tök jó, örülök, hogy megtörtént, de ne nyomjuk tele a chat üzenőfalat, mert akkor azt se Adrici, se én nem látom. Tehát ez volt a lényeg, hogy most ez benne van az energiában. Aki bent van a belső körben, a privát csoportban, az hallotta talán tőlem, hogy mondtam egy olyat, talán egy hónappal ezelőtt, hogy annyira kivoltunk eddig éhezve a figyelemre, szeretetre, elfogadásra, ez ismerős, ugye? Hogy ennek nevében olyan dolgokat csináltunk, hogy így visszagondolunk, akkor valami szinten úgy visszamennénk és megölelnénk magunkat, hogy engedd el, nem kell, nem kell. Ez szándékosan lett így tervezve, mert ugye az történt, hogy a fénymagok minket bedugtak, olyan, mint ilyen magokat a földbe, és eddig nem öntöztek meg minket, most viszont egy 6 hónappal ezelőtt elkezdtek öntözni minket, és elkezdtünk kicsírázni. Jövünk a felszínre. Kezdünk kihajtani, kezdünk kivirágozni. Tehát ez egy nagyon pozitív aspektusa most az életnek. Ezt ti is látjátok, hogy olyan fura, van remény is, de vannak nagyon furcsa dolgok is, így a külvilágban. Ugyanúgy a belső világban is van olyan, hogy egyik nap nagyon jól vagyok, a másik nap meg olyan szorongás jön ki rajtam, a torkomban, a mellkasomban, alig kapok levegőt. Utána a pocak, mondta, megint jól vagyok. Megint tudok mosolyogni, jaj, de jó. És ez azért van, mert egy organikus világnak a kódjai jönnek be, és segítenek nekünk visszatranszformálódni ebbe az organikus életbe. Kérem, halkítsátok, vagy némítsátok le a mikrofont. Jó, ezt nem akarom többet mondani. Köszönöm. Most olyan bolygóállások vannak, és ezt ti is tudjátok, én nem vagyok egy asztrológus, Uli
a védikus asztrológiát ismeri, tehát én tőle hallom, meg ő mondja nekem ezeket az energiákat, hogy ha a kisnek kérlek az izéden mikrofonodat, nem akarom többet mondani, köszönöm. Én nem tudok előadni, hogy állandóan valaki belekontárkodik. Ez megint a figyelem, tudattalan figyelem hajszá, vagy ez a keresés. Erről beszéltem. Na, menjünk vissza. Meg szeretnék címezni egy pár dolgot, ami nagyon építő minnyájatoknak. Az egyik az, hogy van egy olyan aspektus, hogy nem tudom, hányan érzitek, hogy olyan üres talán az élet, hogy úgy nem fértek hozzá ahhoz a lendülethez, ahhoz a momentumhoz, ahhoz a logikához, ami régen volt. Ez hogy jön ki? Nem érdekel a munkád, nem érdekel egy csomó dolog, ami eddig volt. Volt ilyen? Ismerős? Ez nem... Elment a hangod, Robi, le... Ó, elnézést, oké, én nem tudom, mi történik itt. Tényleg arra kérem, hogy oké, ez... Lehet, hogy a technológia is kicsit kacérkodik itt velem. Jó, visszamegyek, akkor nem tudom, mi volt az utolsó, amit hallottatok? Hogy üres az élet. Oké, jó. Köszönöm, Adrici, mikor láttam tőled, akkor mondom, Atya is, akkor néztem le. Jó. Volt egy olyan világ, amit teljesen mi, ti nagyon is jól ismerünk, ebben éltünk, ebben léteztünk, ebben mentünk, ebben házasodtunk meg, ebben dolgoztunk, ebben teremtettünk, és ez a régi világ, ez volt, amilyen volt, nem szabad rá haragudni, mert nagyon sok tanítási lehetőséget adott, ez a világ viszont most esik szét. Ez volt az ego világa. És az ego világa arról szólt, hogy egy lealacsonyított önbecsüléssel, egy lealacsonyított önértékeléssel és világnézettel kezeljük úgy magunkat, mint az életünket, mint másokat. És most, hogy elkezdődött ez az időség törés, ahogy emelkedünk, ez most már az emelkedésnek az első igazi mérhető, kézzelfogható aspektusa lesz. Ketté vált a világ, vagy elkezdett ketté válni a világ, ezt is látjátok. Aki tényleg emelkedik és alázatos, az alázat az a taníthatóságot jelenti. Az új információra való nyitottságot jelenti, mert az ego az nagyon makacs. Az ego az nagyon ellenáll az újnak. Tehát van egy olyan időség, van egy olyan idővonal, ahol remélem a legtöbben ott vagytok, hogy látjátok, hogy van kiút, látjátok, hogy van megoldás, látjátok, hogy van fény az alagút végén. Ugyanakkor van egy olyan időség, és ez nem végleges, tehát ők is átjöhetnek ide, ahol a hajó elkezdett egy kicsit billegni, mert már háborog az óceán. Ismerős? Látjátok? Honnan jön ez ki? Agresszív. Rázza az öklét a forgalom. Üvöltözik. Beteg. Betegség is ez az egónak az ellenállása. Most ugye az a cím ennek az előadásnak, vagy úgy tettem közzé, hogy az elkövetkezendő 4 hónap. Ez egy nagyon érdekes 4 hónap lesz, mert egy kihívás sorozattal fog bírni, ugyanakkor egy csodálatos tapasztalással is tud bírni. Minden attól függ, hogy mi hogy állunk hozzá, és az elménk mihez ragaszkodik, és mit hajlandó elengedni. Az elmét mi tudjuk irányítani, én ezt tanítom, mint tudjátok, az elme struktúráját is. Hogyan tudunk kiszabadulni a saját mentális bebörtönzöttségünktől, a mentális rabszolgaságunktól, az elmei programok felülírásával.
Egy párotok már, és tudom, kik vagytok, és ti is tudjátok, és arra kérlek, hogy ezt használtok azt az anchoringet, hogy amikor úgy érzi, jól vagy, köszönöm, békés vagyok, mosolygok, mosolyogva ébredek, hogy ezt tároljátok el is, és emlékeztessétek magatokat, mert lehet, hogy jövő héten majd jön egy olyan kollektív hullám, ami tudod, egy kicsit úgy visszaültet a székbe, tehát akkor tudjátok használni ezt az eltárolt testasszociációt. De most, mint talán tőlem, meg remélem mástól is hallottátok, nem elég csillámporos körhintán, szivárványszínű pónikon lovagolni és elhitetni magunkkal, hogy arról szól az élet. Jó? Nagyon naív volt az ember, és egy nagyon egy polaritásban létezett. Ez ismerős, ugye? Mi sajnos megtapasztaltuk azt a polaritást, hogy jól lenne áspángoltak. Itt is eltaknyoltam. Na, gyere, akkor volt egy jó, kis jó időszak után, meg megint valami történt. Akkor leszünk jól, ha mind a két aspektusát és mind a két polaritását az életnek integráljuk, és egyik felé sem tendálunk, mind a kettőből kiszűrjük a tanulnivalót, a hasznosat, és azzal szűkül a polaritásos pszichológiánk, és azzal tudunk csak emelkedni. Aki csak megerősítéseket, pozitív dolgokat mond, én ezt mondtam már az egyik előadásomban, most már másfél éve talán az árnyék előadásomról, hogy ez egy istenkáromlás. Ez egy durva szó. Megtagadjuk a teremtésnek azon aspektusait, amik igazán egy egész civilizációt, most már immáron az ötödik civilizációt lerombolta. Aki ezt nem hajlandó elismerni, felismerni, és tenni valamit érte, az nem a fénnyel van. Jó? Ez egy durva kijelentés, de érzitek a lényegét? Érzitek, hogy mennyire fontos? Az igazi fénymunkás nagyon tudatos arra, hogy mi folyik itt, viszont ami itt folyik, az sokkal durvább, mint amiről legtöbb ember tud. Nem rémizgetni akarok senkit, nem ijeszgetni akarok, én ezeket a struktúrákat ismerem, minket már 2011 óta képeznek ki erre. Azért említettem az alázat szót, mert az alázat az ellenkező az arrogancia, taníthatatlanság, makacság, ez a kérgesség, és aki alázatos, azt segítik. Nagyon fontos. Azért vagyunk itt, most ebben a bibliai időszakban, hogy felülírjuk ezt a rendszert. A rendszert nagyon sokan nem ismerték, mi se ismertük, mert kikapcsoltak nagyon sok olyan áramkört bennünk, hogy tudatosak legyünk arra, hogy kik vagyunk, és hogy mi folyik itt igazán. Ezeket az áramköröket most bekapcsolták. Nekem bekapcsolták már 11-be, 12-be még egy kicsit tettek rá, és így tovább, és nagyon sok emberben, most nem tudom, hogy nektek, mikor volt ezek, vagy mikor voltak ezek a kapcsolók, de most nagyon sok ember az emberiségnek bekapcsolták ezeket a receptorjait. És mondják, hogy úré, itt valami van. Valami többről szól az élet, mint amit eddig a mókuskerekes ideál, meg a magazinokban láttam. És aki benn van a Facebook Business csoportomban, láthatta azt a posztot, hogy azért jöttünk ide-vissza a jövőből, hogy leromboljuk ezt a rendszert. És mert emlékeztek rá? Na most. Képzeld el, ha ezt te tudod 10 évvel ezelőtt. Hát kinyírtak volna minket. Olyan az egész kifejező képesség, az egész lényünk, az egész viselkedésünk úgy viselkedett volna, hogy akkor az élet veszélyes lett volna, tehát szándékosan elnyomták a mi erőnket, a mi célunkat, a mi szándékunkat. Ha kis lekérlek, erre kértem. Jó? Elnyomták az életcélunkat, a tudatosságunkat, mert időzített bombák voltunk.
Ezt mondtam a belső körökben, hogy kémek is voltunk. Ezek árnyak. Szerepek, árnyak. Ezeket, ha integrált, akkor el tudod. Át tudsz lépni ezen a küszöbön. A mi missziunk csodálatos. Azért jöttünk ide-vissza, hogy most egymás kezét megfogjuk, segítsük, álljon fel az a másik ember, gyere, testvérem, húgom, tesóm, állj fel, porold le magad, mert nem kell félni. Nem azért vagy itt, hogy további traumát, hanem pont az ellenkezőjét tett. Old fel a traumát, mert az ego világában a trauma, a traumatizáltságunk volt az az egyedüli olyan fegyver, ami nagyon kacifántosan, nagyon bújtatottan, de minket rabszolgaságban tudott tartani. Nagyon szívesen kitérek részletekre, hogyha ez érdekel, hogy hogyan, de most már szem a legtöbbetek ismer engem arra, majd ott a visznátszorongás, az angol nyelvű képzőkurzusaimban is ott vannak ezek, hogy eszméletlen profi logika szerint működött ez a világ. Pszichopata logika, és ezt, ha mi megismerjük, magunkon keresztül elengedjük, akkor az egész világ a földdel indulva magunkon kezdve át transformálódik. Na most, ennek már szerves részei vagytok, ezt ti is érzitek, és ez a transformáció, ez nem feltétlenül egy kényelmes folyamat. Van olyan, hogy itt fáj, ott fáj, hát a tüdőrész, stb. Ez mind azért van, mert ahogy engedjük el a múltat, az elengedett részre, most egy kicsit ez metaforikus, az elengedett részek, energiák helyre fény áramlik be. A fény az információt jelent, ettől a fénytől mi tágulunk molekulárisan, ami fizikai fájdalommal jár, ettől a fénytől mi gyógyulunk, és ettől a fénytől mi félünk. Úgy jönnek ki ezek a félelmek, hogy az embernek testi tünete van. Nagyon sok emésztési gonddal küzdnek az emberek. Ez is az újtól való félelem. Nagyon sok légszomj panasz van. Az emberek alig kapnak levegőt. Ez is az újtól való félelem. Tudok csinálni egy enyhe oldást, ha ez érdekel benneteket a találkánk végére, hogy mutatok egy ötletet, de aki ismer technikákat, az alkalmazhat többet, mert az expert coachba pont tegnap hagytam egy üzenetet, hogy egy technika nem elég. Tehát itt tényleg ismerni kell a pszichológiát, a logikát, és akkor alkalmazni különféle technikákat, azzal a céllal, hogy minél jobb legyél, de van az egónak egy olyan, a régi világnak egy olyan, hogy azért akartunk jobbak lenni, valakit leküzdjünk, valakinek bebizonyítsuk, hogy mi tudunk, valakinél jobbá váljunk, azaz versengtünk. Ismerős? Az új világban nem kell, nem szabad versengeni, mert a versengés az egy támadás. Úgy magunkkal szembe, mint a másikra. A versengés az arról szól, hogy valakit mi le akarunk tiporni, valakinél jobban, jobbak szeretnénk lenni, és ez abban az egye, az önző ego világában ez úgy, ahogy működött, átmenetileg persze. Ez ismerős. Úgy a nők ellen, mint a férfiak, munkahelyeken, iskolákban, ez egész arról szólt, hogy versengjen az ember. Versengjen az anyagi sikerért, versengjen a figyelemért, és így tovább. Ezeket azért nevezem meg, mert ha ezeket a mintákat ismerjük, akkor nagyon gyorsan fel tudjuk oldani őket. Erről beszéltem, hogyha én most elkezdenék nagyon magas röptű, csillámporos, jaj, de marha jó minden, abban nem lenne semmi gyógyulás. Lehet, hogy lenne egy-két napig jó érzés, de utána szétesik a kártyavár ismét, mert nincs a kezünkben megoldás. És a megoldás az, hogy tudjuk, hogy merre tartunk, viszont tudjuk, hogy mi húzott eddig minket vissza. Ezt feloldjuk,
hozzátesszük a tanultakat, és fölépítjük ezt az új rendszert. Tehát a versengés egy nagyon magas szinten, és ez az embereknek eddig nem állt, vagy nem volt tudatában, az az életcélunk elleni kifogásnak felhasznált tevékenység. Azért versengett az ember, ez egy ego trükk volt, mert ezzel kifogást találhattunk arra, hogy ne éljünk céltudatosan. Ez egy olyan furcsa dolog. El tudom magyarázni a logikáját, de most erre érezzetek rá, jó? Hogy ez volt az a fő oka. A régi rendszernek az volt a célja, hogy leredukálva, kis látószöggel, kis önbecsüléssel próbáljunk a mókuskerékbe úgy tiporni, hogy azzal mi ezt a homeosztézist és a rendszert fenntartjuk. Ahogy említettem, én nem vagyok konteós. Én ismerem a konteós teóriákat már nagyon régóta. Nagyon profi mentoroktól tanultam, és tudtam már 11-12 éve, hogy mi fog történni. Ami most történik, arra mi már tudtunk, és erre minket kiképeztek. Tehát ez nem konteó. Csak ezt azért mondom nektek, hogy sokkal durvább dolgok folytak eddig a háttérben, mint amiről a legtöbb konteós tud. És én ezekről tudok, nagyon szívesen átadom a tudást, nem itt persze, hát ez egy hosszú folyamat, de ezekről, amikor az ember tud és magán belül integrálja az elmén keresztül, akkor immunissá válik mindenre, ami bántó, immunissá válik a fájdalomra, a szenvedésre, és úgy meg tud jelenni, hogy Marcival beszéltük a világ színpadán, hogy egy emelkedett frekvenciával, egy sebezhetetlenséggel, egy gyógyult, magasabb krisztusi tudatossággal tudja a tudását és a segítő jobbját nyújtani az embertársainak. Ez ugyanúgy ellenkezik, vagy az ellenkezője a versengésnek, ami nem arról szólt, hogy gyere, segítek, állj föl, hanem arról, hogy tudod, letiporlak, bla bla. Ez ismerős. Mindenkinek megvan a maga verziója, nem akarok ebbe belemenni. Na most. Nagyon tudatába kell lenni azoknak az energiáknak, amik most jönnek. Most a hölgyekhez szeretnék beszélni. Ugyanakkor a férfiaknak is ez fontos tudni, mert a férfiakban is megvan a női oldal, azaz az érzelemvilág oldala, de a hölgyekhez szeretnék beszélni úgy építően, mint egy kicsit józanítóan. A nő, hölgyek, ti, a női energia az egy nagyon Istenhez közel álló teremtő energia. Ezt ti tudjátok valahol, ez a szívetekben van, ez a DNS-etekben van, hogyha tényleg mindenki békén hagyna a francba, lehetnél önmagad, akkor mit csinálnál? Az a nyugodt, teremtői, békés, de eszméletlen erős lényed. Vagy a családot fognád össze, vagy a közösséget, valami olyat csinálnál, ami egy hiányzó energia mai világ. Egy pár helyen meglelhető, lehet, hogy a nagymamánknál volt, lehet, hogy a filmekben láttunk ilyet, hogy van az a nő, aki nem verseng, aki nem a multi cégnek a vezetője, aki nem a férfias világban próbál érvényesülni, hanem ennek a csodás, teremtő női energiának a birtokos. Ide kell visszamennetek. A nőkkel elhitették azt, hogy ti vagytok a gyengébb, nem, ti vagytok ez, meg az, és akkor, ahogy említettem ezt már többször, ez nem új, rádobtak erre egy lapáttal a patriarchális férfi irányítású világot, amiből már a megtámadott nő, azzal, hogy ti vagytok a gyengébb, nem, ami egy rossz hiedelem, nem ti vagytok, ezzel a sebzett nő elkezdett örjöngeni. Ismerős?
Nem mindig látványos ez az őrjöngés. És ez azért nagyon trükkös, mert ahogy ti hölgyek, úgy mi férfiak beleestünk rengeteg csapdába, kelepcébe, és ezek nagyon dühössé tettek minket. A hibák, a rossz döntések, így fogalmazzuk meg ezeket, oda vezettek, hogy lemondtunk az életről, és próbálunk távol maradni újabb döntésektől. Ezek vezettek bizalomhiányba, sikertelenségbe, ezek energia. De az lesz most az új kérés, így hölgyek tőletek, hogy dolgozzatok magatokon. Eleve a nők dolgoznak sokkal többet magukon, mint a férfiak, ez is most már változni fog. Ti vagytok azok az igazi tápláló, szeretni tudó, erőt adó energiák, akik kicsiráztathatják újra ezt a kertet. Ha mérgesek vagytok, érthetem, ezt megértem, érthető. Azért kell elengedni a ti sebzettségeiteket, és a ti integráltságotokon keresztül erőt adni a többi nőnek és a férfiaknak. Bármelyik értelmes nő ezt tudja, hogy amikor egy nő jól van, felvet egy ötletet, de úgy igazán szívből ugrik rá a férfi, úgy ugrik rá a világ. Magyarul ez az az igazi teremtő erő, amit nagyon okosan leromboltak. A rendszer nem arról szólt, hogy Zsuzsika meg Robika kurva jól érezze magát, hanem ne, hogy szadizzuk őket, mert akkor a szadista, tudod, hogy mondjam, bánásmódból ki tudnak olyan energiákat szedni, szűrni, amivel ők építik a maguk világát. Ez a világ nem volt szép, ez nem értünk volt. A régi világot nem fogjuk tudni úgy semlegesíteni tudni, ha nem tudunk róla. Erre mondtam, hogy belerúgok a méhkaptárba, hadd zümmögjenek a méhek, de legalább így eljutunk a mézhez. Ez volt az a metafora, hogy csak úgy jutunk egy jó végeredményhez, hogyha merészek vagyunk, és belemerünk menni, vagy szembe merünk állni a dolgokkal. Tehát, hölgyek, ez remélem, hogy megérintette a szíveteket. A hogyanját azt majd ti kidolgozzátok. Így nagyvonulatban az lenne a kérésem, hogy bocsássatok meg magatoknak, bocsássatok meg másoknak, a bántóknak, a kis hitűeknek, a félrevezetőknek. De mindig mondom, hogy leginkább magatoknak, mert végül ti hoztátok meg a végső döntést, és így működünk, hogy oké, befolyásol Jóska Pista, meg Schaller Gáspár, meg ez, persze, hogy jó sok izével érdekes lénye voltunk körülvéve, tehát nagy az Isten állatkertje, de a végén mi hoztuk meg azt a döntést, mert valahol a hitünk megingott. És akkor ezeket a finom energiákat, hogyha magunknak megbocsájtjuk, és újra bevállaljuk ezt a jó irányt, a teremtő irányt, akkor ebből lesz egy szép világ. Jó. És ebbe úgy segítenek nekünk most az égiek, a jó indulatú égiek, hogy kikapcsoltak olyan idővonalakat, ami minket a múlthoz kötne. A múlthoz kötődés az nem csak a régi emlékekhez, hanem a régi struktúrákhoz kötődést is jelenti. Azt jelenti, hogy biztonság hiányunk van az újtól. Emléksz, mikor van a félünk az újtól, akkor innen mi hiányzik? Hát ez nem, ez ismeretlen, itt még nem jártam, a régi ismert világon biztonságos. Bármikor elszorul a torok, elszorul, ugye a tüdő, nem kapunk a levegőt, tehát ilyen légszomj van, vagy bármi betegség fizikai síkon, az azért van. A fő ok, és akkor ez alatt van több potenciálisan 100 plusz réteg, mert a felgyülemlett a sejtemlékenkben, a traumatizáltságunkban van az az üs és fus aspektus, ez ismerős, ugye?
Vagy leütlek, vagy elhúzok innen a francba, mert te nagyobb vagy, mint én. Vagy már unom az ütést, azért. Mondj, szóval elkalapáltalak, hogy már nem érdekel. És akkor vagy maradunk, és támadunk, vagy elmegyünk a francba. Van egy középső rész, amit úgy hívnak, hogy a lefagyás. Ez ismerős, ugye? Tehát fight or flight or freeze. Mind a hármat nagyon fontos átvizsgálni, mert amikor mi lefagyunk, meghökkenünk, megdöbbenünk. Volt ilyen, mikor fenntartjuk a levőt, ez a traumatizáltságunk miatt van, amiatt vannak a testi tünetei. Bármi testi tünet, amit mi úgy hívunk, hogy betegség, vagy egy állapot, az azért van, mert kifejezetlen energiák vannak jelen a tudattalanunkban. Elnyomott energiák. A kihívás itt az, hogy nem tudjuk, mik ezek az elnyomott energiák, mert csak arról tudunk, amit mi átéltünk ebben az életben. Most rengeteg minden jelenik meg a kollektívból rajtunk, és én azért mondtam többeteknek úgy kérvén azt, hogy picit finomítsunk a szóhasználaton, hogy ne azt mondjuk, hogy ez nem az enyém, hanem azt, hogy ez nem ebből az életből ered. Minden a miénk. Ha meg akarjuk örökölni a Földet, a teljesség, az egység azt jelenti, hogy egyek vagyunk, minden az a miénk. Érzitek ennek a mélységét? A jó teremtés az enyém, az meg nem az enyém. Majd édesévek többet. És erről szólt eddig az élet. És ez egy felelőtlenség, és ez egy nagyon nagy... Na, Istenem, hogy itt mindig jön valaki. Ugye? Akkor most is le kell halkítsalak. Na. Az történik, hogy aki mobilról hív, bocsánat, igen, aki mobilról jelentkezett be, és jön egy hívás, akkor leveszi a némítást róla. Tehát sajnos ez nem az emberek hibája, ez csak egy ilyen funkció. Tehát minden, ami enk, ha jó a hozzáállásunk, akkor ez nem egy probléma. És ez azért fontos, mert most a gyerekeinken is, akinek van gyereke, nagyon sok saját traumánk jelenik meg. A 21 évesek alattiak, a 20, két mondatot mondtam egybe, és furcsán jött ki. Aki 21 év alatt van, tehát az a korosztály, nagyon sok általunk feldolgozatlan traumát mutat most be. Ami bennünk és a kollektívban még feldolgozatlan, azt a kicsi gyermekeink lejátszák. Ezért is tartom ezt az előadást, hogy ez olyan döbbenetes, ez olyan sokkoló, de mindig mondtam, hogy mindenre van megoldás. És ezt kérik most tőlünk, hogy ne fussunk se az érzelmeinktől, se a megjelent kihívásoktól, nézzünk vele szembe, itt vagyunk egymásnak, tehát most tényleg nem arról szól, hogy játsszuk az eszünket, meg doktor, tudod, ez majd mekkora jó fej, meg mekkorákat mond. Ez arról szól, hogy a te szíved, az én szívem, a mi szívünk épít egy olyan közösséget, ahol az emberiségünket visszaengedhetjük. A régi rendszer ugye miről szólt? Arról szólt, hogy ha te megnyilvánultál, mint egy szívbéli lény, akkor kikacogtak. Ha elkövettél egy hibát, akkor kinevettek. És mélyültek ezek a dolgok. És ezek a történések, ezek a történetek, ezek a tapasztalások oda vezettek, hogy egyre inkább leredukáltuk magunkat. Ahogy te, ti, úgy én is. Ez nem feltétlenül baj,
mert ez adott egy olyan rálátási lehetőséget és egy ellenpólust, hogyha azt mi átdolgozzuk magunkon, rendíthetetlenek leszünk abban, amiért mi jöttünk. Mondok egy példát, ezt a belső körben említettem, elmondom itt is. Hallottátok talán benne is volna a viszlát szorongásban, hogy 5-6 éves lehettem. Egy anyáknapi előadás volt, és én verseltem, szavaltam és belesültem. Megbotlott a nyelvem, nem tudom, nem emlékszem rá. Felharsogott, vagy felnevetett a közönség, több száz szülő. Így utólag tudom, hogy jaj, de édes, mert a kis buci felé, tudod, stb. Na, velem elsüllyedt a világ. Szétesett a világ. Én olyan szégyen érzetet, és olyan el tudtam volna süllyedni a szégyenben. Ez ismerős. Ez egy ártatlan példa, ennél sokkal brutálisabb dolgokat átéltünk. Na, ez oda vezetett, hogy én próbáltam akkor nem szavalni, nem mondani semmit egy bizonyos nagyságú publikum előtt. Nekem a védikus asztrologiában, csartámban a Merkur, ugye ez az ikrek bolygő, nagyon erős a kommunikáció, és úgy van az eredeti drótozásom, hogy verbális, kommunikáció, szóbeli előadónak vagyok tervezve. Na most itt vagyok, hála Istennek, már lebontottam a fölösleget, de az Egyesült Államokban is évtizedekig egy műszaki előadó voltam és tréner. Nem volt gördülékeny. Néha úgy érzem, hogy behányok, hogy rosszul vagyok, de csináltam, de csak úgy lelünk rá az igazi elakadásokra, amikor valamit teszünk és csináljuk, és érezzük, hogy itt van ellenállás. Akkor nagyon mérges voltam az egyik főnökömre. Mondtam, ha nem lenne akkor a paraszt, akkor jobban menne az előadás. Na, és más, azt is tudom, hogy nem egészen így működik, de már egy profin képzett előadó voltam, és hogy említettem, a Tony Robbins Company-nak a tanítványai, direktorai képeztek engem évekig is. Nagyon mély, brutális képzésben volt részem. Brutálisan jó, és brutálisan hát úgy nem úgy jelk, hogy humbling, tehát még ön alázatra tanító. Tök jó színpadokon, 100 emberek, 1000 emberek, én meg tudtam könnyeztetni mindenkit, a mai napig meg tudok, tehát nem erről van szó. És akkor eljött Robikának az új ötlete, hogy na, videókat kéne gyártani. De jó, élőben már jól megy. Na, hogy csinálj videó? Na hát, belesültem, mint az állat. És akkor jöttem rá, akkor egy nagyon tapasztalt trauma specialista voltam, akkor jöttem, hogy atya úrég, az a gyermekkori trauma, az a szégyen, amit magamnak beszéltem be, tehát magamnak meséltem be, az olyan szinten gátat teremtett az én növekedésemnek, hogy ha arról nem tudnék, és a megoldási technikákat nem ismerném, megrekedtem volna azon a szinten. Tehát az megszégyenítés, ez traumáját nagyon fontos oldani ahhoz, hogy ki tudjunk bontakozni. Jó, tehát ez neked is volt ilyen, lehet, hogy egy kapcsolatban volt, lehet, hogy a tanár csinálta, lehet, hogy a szülő csinálta, de nagyon fontos ezeket feloldani. És így egy magasabb szintről ez azért fontos, mert ha tudod azt, és integráltad ezt a traumát, tudod, hogy hova vezet, tudod a dominókat, vagy a lépcsőket, amiket megtettél, ezen az úton immunissá válsz a traumára, immunissá válsz a kifogásra, immunissá válsz a sikertelenségre. Nem lehet, nem létezhet. És azért mondtam mindig, hogy trauma, 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 hogy bármi, ami szeretnél, a szívedbe van, de nem megy. Valahol a fizikai síkon, betonfal, téglafal, érzelmi blokkok. Keresd vissza azokat, a történéseket, ami erre emlékeztet. Ide kell tudás. Tehát ezt nem fogjuk a tölgyfalat letölteni, és akkor minden megoldani. És van egy jövőtől való félelmünk is. Van a sikertől való félelmünk is. Van a nagyságunktól való félelmünk is. És megmondom miért. Amikor én
Ezen a fázison átmentem, ezen a videó, bemutatom magam a videón keresztül, YouTube, stb. Online kurzusok. Akkor én már hozzám rengeteg direktor, igazgató jött a Tony Robbins-nak a vállalatától. Tehát ők voltak a klienseim. És sokat tanultam én is tőlük. Tehát mindig tanul a coach a klienstől, és vice versa. És rájöttem arra, hogy azért volt ez az összeesek, leolvadok, elolvadok, szétesek érzés bennem, mert ott nem tudtam kontrollálni a környezetemet. Ha egyszer kilépünk videón keresztül az éterbe, akkor nem tudod, hogy ki fogja nézni, ki fog kommentelni, ki fog támadni, ki fog tapsolni, ki fog szeretni. Az egész egy olyan, úgy átadod ezt a kontrollt, amit egy fizikai helyiségen belül, vagy helyiségen belül te tudsz kontrollálni, az megszűnik az online térben. És ezt én nem tudtam, de tudattalanul tudtam, és az volt a kifogás, hogy nem akarom a bántást, nem akarom a támadást, nem akarok a gúny tárgyává lenni, nem szeretném megtapasztalni a nem kívánatos múltat, és így tovább. És ezek azok a minták, hogyha tudsz róluk, akkor belemész, és elkezded megbocsájtani magadnak, a közösségnek, a többieknek azokat a lépéseket, beszólásokat, amiket ők elejtettek. Oké? Na most van még egy titok. Van magyarul az a mondás, hogy eladtuk a lelkünket az ördögnek. Ez ismerős, ugye? Nem tudjuk eladni a lelkünket az ördögnek, de az ördög meg tudja mérgezni a lelkünket. És ezt a mérgezettséget kell elengedni. Megmondom, miért fontos ez, és miért illik ez idebe. Minden humán, és én ugye az emelkedőkre fókuszálok, tehát a szívbéli húsvér, humán, aki jobb életet szeretne, aki szívből szeretne teremteni, aki békét keres, megoldást keres, aki szeretné újra szeretni embertársait. És tudod, ez az a lista, ami olyan eléggé nekiszállt egy kis madár az ablaknak szegény. Van egy pintyőke fészekekén, akkor átszólt szegény, de él. Na és úgy volt programozva a külvilág, hogy minket elkedvtelenítsenek. Erre mondtam, hogy sokkal durvább világ volt itt, mint amiről mi tudunk. Az az ember, és ilyen volt neked is, nekem is, rengeteg, aki kinevetett, kigúnyolt, mikor megosztottad az irányodat, a célodat, hogy ha, hát ez utopisztikus, jaj, te kis csácsi, eltették, komolyan gond, eltettettette. Ezek az embereknek megmérgezte a lelkét az ördög. Miért mondom ezt? Mert ez nagyon fontos a gyógyulásunkhoz. Volt ilyen nektek? Hogy meg nem, ez szaknyelv úgy jár, hogy megtámadta a te álmodat, összetört az álmod, és akkor ennek van egy pszichológiai struktúrája, de az a lényeg, hogy ha ilyen volt, hogy valaki lehúrrogta, lekicsinyelte a te őszinte megnyilvánulásodat, tudd azt, hogy nekem hiányzott az az igazi teremtővel való kapcsolat, az a szívbéliség, a mérgezetlen lét hiányzott neki. Ez a nagy technika, azt ismeritek, ugye, hogy mi hiányzott neki a mérgezetlen lélek, az őszinte bántatlanság. És akkor ezeket az energiákat úgy átérzed, utána használod a nagy technika többi lépését, megmagyarázod annak az illetőnek, feloldod a traumát, az abból származó örjöngésedet, beszélsz magaddal, elengeded a bántás érzését, stb. És felülkerekedsz rezgésbe is. A cselekedeted ennek, ez tükrözni fogja. Jó értelemben. Jó. Tehát tudni kell az, hogy nagyon sok mérgezett lelkű, törött szívű, szívtelen entitással voltunk körülvéve.
Azért mondom ezeket, és nem a csillámporos körhintáról harsogok, mert itt van a megoldás. Mikor keresed a traumaoldást, akkor látod, hogy valahol jól láttad, csak nem tudtad megfogalmazni. Ez a megfogalmazás. Jó? Tehát, hogyha ezt de rendelkezésetekre áll a nagy technika, akkor ez volt, ami igazán folyt a háttérben. Eljött a mi időnk. Eljött a te időd, a mi időnk. És nagyon fontos elengedni azt a görcsös, már egószintű kontrollt, amiről mi szentül meg voltunk győződve, hogy az minket biztonságban tart. Egy és egy dolog tart minket igazán biztonságban, mikor az elménk üres, ami egyenesen arányos a teremtővel való szoros kapcsolatunkkal. Elmondjam ezt még egyszer, vagy így volt értem? Volt értelme? Minél üresebb az elme, annál kevesebb traumatizáltságunk van, annál kevesebb disztorzió van, annál kevesebb definíció van, annál kevesebb hiedelem van. Mondok még egy valamit zárszóként, mert ezt én már tizenvalahány éve látom, és szeretném megemlíteni nektek, mert sok szint van, egy párotok, ugye, aki már kvantum szinten van velem, azok már beszéltünk hasonlókról, most nem az a lényeg, hogy ki hol van, csak hogy tudjátok azt, hogy mindegyikünkre, mindegyikötökre szükség van. És ugye én megjártam a hadak útját. Nem tudom, mennyire volt evidens, vagy evidens, mi, Uli, mi a 144 vagyunk a Bibliában, akik a 144 ezeret segít. Oké. Okay. Na most. Ez egy eszméletlen nagy felelősség. Én jól vagyok. Én nagyon jól vagyok, de annak is tudatában vagyok, hogyha én valami olyat csinálok, ami becstelen, ami nem igazán, mondjuk úgy 100%-osan tudod, fér bele ennek meg ennek az igazság, a teremtői tisztaságba, az történik energetikailag, hogy a többi 144-et én megmérgezem. A 144 kihat a 144 ezerre, azaz ellenállok, és lerombolom az emelkedésnek a momentumját. Milyen durva, nem? Ez nem azt jelenti, hogy én nélkülözök bármit, és én jól élek, én egészséges vagyok. Néha fáradt vagyok, tehát nekem a legnagyobb kívás, hogy önmagyarul egy maci, csak aludni akarnék. Olyan jól vagyok, kiülök itt a csöndbe. Kaliforniában nem éreztem ennyire jól magam, mert nyűzsi volt, meg zaj volt, meg stb. Tehát az is ismerős. Tehát, de itt jól vagyok, és ez a jó lét, amit szeretnék úgy energetikában továbbítani, átadni, segíteni, elérni, mert ez az igazi teremtés alapja, a béke. Béke a világgal, béke a forrással, béke a múltunkkal, nem félünk a jövőtől, béke másokkal, és akkor vagyunk egy ebben a gyújtópontban, hogy basszus, a lélek gyönyörű. Tehát akkor vagyunk abban az energiában, amiről az új föld szól, hogy szép az élet, megy az élet, értem, már tudok mosolyogni, gyere, mosolyogjunk együtt, az már nem hárítás, az már nem bújás, az már nem menekülés. Amit akarok mondani még, és ez lesz a zárszó, és utána tarthatunk egy mosdószünetet, és folytatjuk. Nagyon sok olyan esemény ért minket, hogy így az évtizedek alatt, hogy évek alatt, az 15 év alatt, hogy számisztika, tehát numerológusok, asztrológusok, hát ezek a spirituális világnak így a éppen kinevezett akkori tudó, nagy tudású illetői,
mondtak olyat, hogy beszólnak, hogy a fény az irítálja mindig a sötétséget, és azt mondja, hogy egy csávó volt. Mondd meg a születési dátumot, és megmondom, ki vagy. Na, ez szaknyelven, ezt tudják, hogy sátáni arrogancia. Te nem fogod tudni megmondani, ki vagyok, mert nem vagy azon a tudatossági szinten. És ez megint azért mondom, hogy nem a Sedona metódika, meg az asztrológia, meg a numerológia fogja neked megadni a megoldást, hanem a tudatosság. Azok az eszközök jók, de ezek az eszközök csak a jelenlegi tudatossági szint szerint tudnak értelmezni. Ez olyan, mint egy óvodás bemenne az egyetemre, és elkezdeni kritizálni az egyetemi tanárt, mert tudod. És ennek vége. Tehát az a lényeg, hogy mindenki okos, édes, aranyos, stb. De hogy ne kell, hogy tudjuk azt, hogy a tudatosság jön először, és utána bármi metódikát, amit mi megtanulunk, alkalmazunk, az fontos, de az értelmezésünk, a definícióink, a rálátásunk teljesen meg fog változni. Minél alacsonyabb a tudatosság, annál nagyobb a torzítás. És az a lényeg az új földön, az új világban, hogy torzításmentesen, autentikusan megjelenhessünk egymás előtt, kritika nélkül, bántás nélkül, traumaság nélkül, és így tudjuk felépíteni az új földet. Erősnek kell lenni, mert most, ahogy az idősikok most már láthatóan válnak szét, nagyon sok ember nincs jól. Aki kócsol, talán ti látjátok legjobban, de azt hiszem, hogy most már tényleg evidens, a világ nagyon sok tájékán makkan meg a nép. Ennek a makkanásnak, amire már egy éve beszélek, ennek egy és egy oka van. A bejövő isteni fénykódok inkompatibilisek az eltárolt eddigi ego programokkal. Ennyi. Ha elengedjük a régi ego programokat, nem leszünk fájdalomban, előbb-utóbb, mert ez nem egy kéthetes takarító valami, de előbb-utóbb bejutunk egy olyan helyre, hogy tényleg jól vagyunk. Jó, tehát ne ijedjetek meg semmiféle kihívástól, még akkor is, ha esetleg fáj valami, minden, ami a testben megjelenik, az az elnyomott, eddig ki nem fejezett energiáknak a jele. Ennyi. Oké, gyerekek? Tehát szép év lesz, tehát a hátralévő év, mert minket segítenek. Több millió űrhajó van az égen. Bár ez egy szabad akaratú zóna, tehát nem szabadna beleszólni, hogy itt mi történik, de most azt mondták az égiek, hogy aki beleszól, ellenáll, belekontárkodik az emelkedésbe, akkor mi segítünk ezt megállítani. Tehát nem vagyunk egyedül, bibliai időkben élünk, és ha tudod azt, hogy ők vannak nekünk, ezek a magasabb énjeink, ezeket eddig elutasítottuk. A fizikai síkon éltünk egy fizikai testben, és nem tudtunk a magasabb énjeinkről. Megmondom, ez miért nagyon fontos. A magasabb énjeinket mi elhagytuk, mert elutasítottuk őket. A magasabb énjeink azt mondták, hogy hát jó van, hát ha te ezt szeretnéd, akkor legyen meg a te akaratod. És tényleg egyedül éreztük magunkat. Ez az egyedül lét érzése, ez azért van, mert túlságosan leredukálva ebben a háromdimenziós síkon léteztünk csak, és nem láttuk a nagyobb igazságot. Na most, ahogy kezdünk jóba lenni a magasabb dimenzionális világgal, úgy nyílik meg a tér, úgy látunk rá egyre több dologra, ami nem feltétlenül kellemes. Van, ami erőt ad, van, ami meg félelemmel jár. Úristen, nem gondoltam volna, hogy ez is van. De azt integrálod, és már nem fog rád kihatni negatívan. Arra is nagyon kell vigyázni, és én örülök, hogy ezt megemlítettem,
hogy nagyon kell vigyázni mindenféle ilyen csatornázásokkal. A pléiadi lejött, megmondta valaki, de be van kapcsolva. A pléiadieket csatornázzák, és az a kihívás az ilyen alacsony dimenzionális csatornázásokba, hogy egy, az üzenet átadása függ a csatornázó tudatosságától, erről beszéltünk, és a legtöbbje nem valami tudatos. Én azért nevezem meg ezeket a dolgokat, mert ezt valahol a szívedbe tudod, a legtöbb ember nem érti, hogy mennyire nem érti a dolgokat. És a pléiadieknek a fele jó fej, a másik meg rogue, tehát könyörtelen, és az emelkedés ellen vannak. Sokkal nagyobb a tábora azoknak, akik az emelkedést gátolni szeretnék, mint akik támogatni szeretnék. Vigyázzatok a csatornázásokkal. Erről beszéltem, hogy egy bizonyos dimenzionális magasságig a csatornázás a szó, amikor már eljutsz oda, hogy már letöltesz a teremtőtől, az egy biztonságos, megbízható információforrás. Nem kell semmit kidobni, vagy félni tőle, csak legyél tudatában ennek. Most van egy úgynevezett, amit úgy hívnak, hogy false awakening, egy hamis felébredés. A spirituális közösségeket azért installálták, hogy könnyedséggel és féligazságokkal el tudják az emberek figyelmét terelni az igazságra. Nem vagyok a spirituális közösségek ellen, csak nagyon sok rossz információt látok. Azért mondom nektek, hogy engem nem érdekel, ők csinálnak, amit csinálnak, de nekem az a kötelességem, hogy ezt a ti érdeketekbe megnevezzem, és utána rátok bízzam a döntést. Jó? A szívedben mindig ott van a válasz, valahol mindig is tudtad az irányt és a választ. Ezt a háromdimenziós világban a túlélésünk, az fizikai igényeink miatt lehet, hogy kompromisszumossá tettük, beadtuk a derekunkat ennek meg annak, bocsáss meg magadnak. Fentről ezt tudták, nem ment másképp, nem lehetett a háromdimenzionális világban hiba, elesés, eltaknyolás nélkül kijönni abból élve. Jó, ez a lényeg, hogy ami volt, volt, ami bennünk felhoz bűntudatot, azonnal dolgozni kell rajta, el kell engedni, bármi mi bűntudat és férem, az az ego műve. Egy magasabb dimenziós világban nincs bűn, nincs büntetés, nincs te kis szeleburdi csacsi, hát miért? Nincs. Mert arról szól, hogy teremt az ember. Ha nem sikerül, leromboljuk metaforikusan, és teremtünk mást. És addig csináljuk, amíg jó nem lesz. És ez ide kell visszatérni. Jó? Összegzem akkor az előadásomat, egy pillanatot kérek. Rengeteg a nagyon száraz a levegő itt. Két időség van, több időség van, de két domináns időség van. Az emelkedő kezdik érezni, hogy van kiút, van remény. Mégis vannak körülöttünk értelmes húsvér emberek. Ez olyan fura, de olyan jó, nem? Mert eddig a másik, a bizalmatlanságunk onnan eredt, hogy a körülöttünk lévő lények nem voltak humánok. A legtöbbje az arkoni, démoni programozás alatt állt. Szándékosan. 33%-a az embereknek, ember kinézetű lényeknek arkoni programozás alatt volt, az a cél, hogy ezt a rendszert fenntartsák. Jó, tehát ne haragudj magadra, ha tudsz erről, akkor egy olyan akadálypályán voltunk, hogy csoda, hogy élünk. Ünnepeljük azt, hogy élünk. Oké, okay, ha ezt a pozitívumot lehet így javasolni. A másik. A világ,
ahogy említettemnek, nagy, nagy többsége elkezd nagyon erős, bocsánat, pillanat. Pillanatot kérek. Oké. Tehát a világnak most egy nagy többsége elkezd egy fájdalomban, kimutatva a fájdalmat létezni. Agresszió, fájdalom, stb. És ez azért van, mert ők még az elmei programjaik szerint futnak, nem a szív programja szerint. Az elmében nagyon sok utálatos program van. Én ennek vagyok a tanítója, mint nagyon sokan tudjátok, és az egyik legdurvább, de olyan láthatatlan program, hogy szenvedésre vagyunk programozva. Áldozati mintákra és szenvedésre. Én is voltam benne, te is voltál benne, de már tudod, akkor már tudsz változtatni. Oké? Okay? Nem kell szenvedni. Mondok egy pár ilyen megerősítés, mert az is bekapcsol egy pár logikai áramkört, amivel az ember áttörést kap. Azért szenved az ember, mert azzal próbálta az ő veszélyét csökkenteni. Valahol, nagyon mélyen az ember tudja, hogy nagyon erős. Ez az erő, ez megjelenhet teremtő erőbe, ennek a teremtő erőnek van egy olyan aspektus, hogy pusztító erő. Mind a kettő terem. Teremtek, lerombolok, tudod? Előállítok, lerombolok, pusztítok. Ez a pusztító erő, ez csak egy integrálatlan aspektusunk az elmében, és ez annyira meg vagyunk ijedve és rökönyödve, hogy inkább elnyomtuk, és ennek az integrálatlansága miatt nem teremtettünk semmi újat. Ezért ismételtük a múltat. Annyira féltünk ennek a pusztító erőnek a hatalmától és az erejét, hogy inkább nem teremtettünk újat. Ez ismerős? Ez egy mély pszichológiai struktúra. És ez mind tűnik el, csak azért mondom, hogyha feljön, akkor tudj róla, hogy ez tök jó. Úgy voltunk, nem tudom, ez a legjobb, hogy programozom, de most mondom, ezt sem értitek, hogy próbáljunk olyanok lenni, mint a másik. Ennek voltak nagyon evidens, és voltak nagyon bújtatott aspektusai. Például divat. Az idén a karcsútest, jövőre a telt karcsú, utána meg a nátsz, aztán ki tudja, hogy milyen baromság. Ez mind szadizmus. Ez mind arra volt tervezve, hogy te, a mi egyediségünket lehetetlenné tegyék, megnyilvánul. Innentől kezdve muszáj, ugye, hogy ti is tudjátok, nem akarok ezt ebbe a részbe belemenni, oldani a múltat, oldani az alakadásokat, de be kell vállalnunk azt az egyediségünket. Mit tesz téged egyedivé? Amit eddig nem vállaltunk be, mert ki tudja, miért ott vannak a hiedelmek, traumák, stb. Te, mint egy egyedi, gyönyörű lény, a teremtő egyedi kiterjesztése. Miért vagy itt? Miért vagy itt? Jó? És ez be kell vállalni. És ez azzal jár, hogy fel kell ismerni azokat az ellenpólusokat, egyenlő régi mintákat, ami ennek ellen szólt, azaz minket gyengített ebben. Tehát egyedi, gyönyörű, teremtői kiterjesztés vagy, egy egyedi képességgel, egy gyönyörű szívvel, egy testtel. Mi az az egyediséged? Mi az az autentikusságod, amivel téged az univerzum megajándékozott, és amivel te jobbá tudnád tenni úgy,
a magad, mind a közösség életét. Ezzel lezárom a prezentációt. Köszönöm. Van-e bármi kérdés? Okay. Ha van, megválaszolom, utána tartsunk egy 10 perces mosdószünetet, és folytatjuk. Jó? Nem kell, hogy kérdés legyen. Adrici, mond, légy szíves. Robi, azt szeretném mondani, hogy hát én összeírtam itt a kérdéseket, tizenvalahány kérdés van, én azt gondolom, vagy ha én javasoltok valamit, akkor először szüneteljél, és a szünetben, hogyha lecsípnél magadból annyit, hogy meg ránézel a kérdésekre, hogy úgy mégis legyen fogalmad arról, hogy mik vannak, akkor az én nagyon hálás lennék érte, és akkor onnantól, mert sok, 15-6 kérdés van. Jó, oké, akkor csinálják azt, hogy köszönöm, ez jó, mert aztán mindenki, ez egy jó kis transzos állapot, és mert ez a hipnotizőnek a varázsa, hogy jó, ez egy jó állapot. Csináljunk akkor egy 10 perces mosdószünetet, 15-kor újra beindítom a felvételt, és akkor folytatjuk az előadást. Jó kérdésekkel. Igenis, még azt is szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok, hogy segítitek a munkámat. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert sokan vagyunk, azért 750-800 ember van, és nem kell kilépnetek, csak a kamerákat, meg a mikrofonokat halkítsátok le, mert a szünetben az nagyon érdekes, hogyha itt mindenféle megjegyzés kihallatszik, még akkor is, ha itt most nem lesz felvétel. Oké, gyerekek, köszönöm a figyelmet, és akkor mondjuk 17-kor találkozunk, jó? Jó az úgy? Oké, sziasztok! Mit nektek csinálni? Jó, most ez újra a felvételen van, és akkor kezdjük a kérdésekkel. Mindjárt mutatom. Megosztom úgy a képernyőmet, hogy ti is lássátok, mert föl van véve, akkor jobb látni és hallani egyszerre. Oké, osztom is a képernyőmet. Bognár Zsuzsana itt vagy velünk? Ő az Expert Coach tagja. Zsuzsa, itt vagy? Jó, megválaszolom akkor úgy általánosságban, mert... Igen, itt vagyok, sziasztok! Jó, szia! Oké, jó. Mondjuk veled, tudod, te neked van hozzám hozzáférhetőséged, mert... Igen. Oké, és azt kérdezed, hogy... Gondolom, ez sokatokra igaz, hogy erősen feljött nálam mostanában, hogy menekülök általában monoton szituációból, amiben sajnos a jelenlegi munkám is bele tartozik. Aztán hazamenekülök, ez érdekes szó, tehát nem kihívni akarom, csak itt van energia, azt te is tudod. Szia! Ja. Most már látlak is. A kiwi, izét, a felső. Hazamenekülök, nekiállok valamilyen tevékenységnek, és onnét is menekülök. A jelenben soha nem érzem jól magam, mindig másra vágyom, szabadságra vágyom, amit nem tudok megfogalmazni, mit is jelent. Vajon a menekülés az elutasítástól való félelmem kompenzációja? Mert akkor ezzel sok minden összefügg. Hogy tudom oldani? Nagy technikát alkalmazok általában, akkor megjösszom egy kicsit, de utána újra viszem az érzés. Esetleg az árnyintegrációs technikával menekülő nőt oldjam. Nem kell idejönni. Isten őriz. Oké. Jó, ez a némító funkció. Bocsánat. Csak beengedem az embereket. Mindjárt visszajön a Adrici, és segít. Na, figyelj. Bármilyen ilyen feljön, Zsuzsa, menekülő nő, menekülő ember, ezt feltétlenül kell oldani. Ezek alapok. Tehát ez nem is kérdés. Jó? Ami itt folyik, és ezt
azért mondom így, mert ezt gondolom a többségre igaz, hogy sokkal több van, mint menekülés. Ez az árva gyerek pszichológiája. Ezt a kvantumba tanítom. Ez az árva gyerek pszichológiája, és ez nagyon komplex. Az árva gyerek az azzal kezdődik, hogy három kiheveretlen veszteségi traumánk van. Elveszítettük a családunkat, elveszítettük a gyerekkorunkat. Ezek mind hiedelmek, de mi nagyon hiszünk a hiedelmeinkben, tudod? Ja. És elveszítettük a mennyel a kapcsolatunkat, azaz a teremtővel. Most ez a három, így összerakod, már épp elég ahhoz, hogy az ember örjöngjön. És akkor ezeknek a kiheveretlen veszteségi traumáknak van egy olyan kompenzációja, ami arról szól, hogy elkezdünk szó szerint menekülni otthonról. Ez különféle szinteken játszottodik le. Én minden csillag meg egy árva gyerek, tehát itt nincs tudott titok. Én is az voltam, és azt csináljuk, hogy szépen belebugyolálva magyarázatokba elmegyünk külföldre, Balatonra, ide meg oda, de csak azért, mert van egy hiedelmünk, Judit, ne kérje ezért, jó, nem fogsz kapni kontrollt, vagy tanuld meg kezelni, vagy letiltolak. Zsuzsa, vissza hozzád. És azt csináljuk, nagyon fontos, ez mindnyájatokra, minden csillagmagra nagyon fontos. Vagy nagyon hát odaillik ez a pszichológia. Tudattalanul van egy olyan hiedelmünk, hogy mi egy nyűg vagyunk a családnak. Hogy mi egy, mondok egy csúnya szót, de tudja, a gyógyulás csak akkor történik, mikor ráni, mint egy koloncnak érezzük magunkat. Feleslegesnek és haszontalannak érezzük magunkat. Ez az elhagyatottsági traumának egy nagyon evidens megjelenése. Én nem számítok. Kicsi. Bocsánat. Mondja. Nem csak, hogy ez egyben hiedelem is. Ez az egész, hogy nyűg vagyok, meg egyéb. Pontosan. Tehát, igen. Igen. És akkor tudod, azért van ennyire kevés áttörés így a spirituális világban, mert az emberek nem értik, hogy mind a hiedelmet, mind az árnyat meg kell oldani, fel kell oldani. Emlékeztek, mint mit mondtam? Negatív érzelmek, hiedelmek, töredezettelme, árnyvilág, kvantum, energetika. Ez az öt lépcső minden idézőjelben problémában jelen van, ha mindegyiket megcímezzük, feloldódik és eltűnik a probléma. Na most, a hiedelem az az, hogy most tudod, én ezt angolul tanítottam, ott van a mester manuálban, ezt te is látod az abandonment, tehát az elhagyatottsági trauma struktúrájának, hogy mi egy kolonc vagyunk, mi egy nyűg vagyunk, mi ez meg ez meg ez vagyunk a család számára. Nagyon sok ilyen, egy olyan történetben van bele bugyolálva, hogy engem lánynak akartak, engem fiúnak, engem nem akartak, ja, Isten, hülye anyu, hülye apu. Ez mind az abandonment, tehát az elhagyatottsági traumánkra való ráébresztés miatt van. És akkor mi elkezdünk cselekedni, mert nyomás alatt vagyunk, és úgy érezzük, hogy valamit tennünk kell, akkor menekülünk a kellemetlen érzéstől, menekülünk a mi
nyűgségünktől, ami kolondságunktól, és kérlek ide tegyét, tudom, most magyarul nem tudom, tehát angol jobban tudom ezeket a szavakat, de ezek az energiák. És elkezdünk menekülni azzal az önfeláldozó célra. Nem tudjuk, teljesen tudatlan, hogy mi megmentjük a családunkat a mi nyűgségünktől. Jaj, kicsi, én nagyvilág, hát nem megyek, persze, anyukám, bocs, hogy ez a bocs, hogy vagyok, innen jön. jó tudni, nem lehet oldani a nagyon mély ismeret nélkül, és látod, ez van. A csillagmagok, ebben az esetben ez a mini aspektus, ami az árva gyerek, ez azért nagyon fontos, mert kitol minket a fészekből, és kitol minket a kényelmi zónából. Azaz, a pozitív oldal ennek az, hogy a röghöz kötöttségünket megszünteti. Jó. És ez nagyon fontos, mert ahol te, mi, ti vagyunk most, erről beszéltem többször, az egy rendeltetési hely, ahol neked, nekem lennünk kell. Azért nem jöttünk össze még így egy közösségbe, ami tudom, hogy valahol a vágy, és most ez is kialakulóban van, olyan jó lenne már együtt lógni. Most megjött az embereknek az a szívbéli vágya, hogy a csillag testvéreinkkel együtt lenni. Ezt érzitek? Olyan jó lenne, már ez a sok izé, tudod, traktoros paraszt, már elmen, már nem haragszol, tudod, és ez meg az. És akkor van egy olyan, hogy olyan jó lenne most már leülni egy jót, beszélgetni, stb. Na, meg fog történni, de ennek az az oka, ami miatt eddig ez nem történt meg, hogy mi egy nagyon minimalizált számú fényantenna vagyunk, és ahol te vagy, ott van szükség erre a lecövekelésre. Jó? Tehát nekem itt vagyok Arizonában, hely tetején, tök jó, gyönyörű, tényleg marra jó, Marci hevesen, nekem itt kell lennem most. Mikor San Diego voltunk 3,5 hónapot, kérték tőlünk, hogy ide cövekeld le, vagy ide tedd be a fény. Nem tudom, ugye, hogy anchor the light. Megkérték, itt a te fényedet, nem kell beszélni senkihez, nem kell tanítani, nem kell előadni, a maga, a jelenléted az gyógyít. Tehát ez is ezért fontos az önmunka. Jó? Tehát akkor neked itt van ez, hogy ahol vagy, igazándiból nem onnan meg oda menekülsz, neked ott hivatásod, küldetésed van, százas a szitu, messze nem, te ezt te tudod, és nem is ez a baj. Amitől menekülsz, az a gyermekkori veszteségeid, és az ember nem akar, úgy csináljuk, úgy élünk, a tudatalan úgy működik, hogy amit egyszer megéltünk, és integrálatlan, és gyógyulatlan, próbáljuk elkerülni. Nem akarjuk megélni, nem akarjuk, hogy bántsanak, nem akarjuk ezt az érzést, hogy újra feljöjjön, de erre mondják, hogy a batyut visszük magunkkal, mert amíg az nincs integrálva, és semlegesítve bennünk, addig visszük magunkkal azt a rezgést. Tehát a batyú az csak a rezgés, a feloldatlan hiedelmei. Jó, tehát én azt csinálnám, hogy nézd meg ezt a pár aspektust, amit itt mondtam. Nem akarom túl komplikálni, ezt a kvantumba lebontom, a több száz lépésen belül, hogyan kell az árva gyereket gyógyítani, de most épp eleget adtam, úgy érzem, hogy nézd meg a veszteségedet, a család, a gyermekkor elveszítése, nézd meg, hogy a mennyel való kapcsolat elveszítése. Már ez valamilyen szinten, tudod, lehet, hogy triggerel, de ugyanakkor a szívedet elkezdi felnyitni. Mert érzed, hogy itt van a megoldás. Igen, és ez így van, hogy engem nehogy elhagyjanak, inkább én lépek le. Nehogy ez érjen engem, már előre gondolkodok, és kitervelem a dolgokat, és én lépek előre. Hogy nehogy véletlenül ők lépjenek, mert ez kegyetlenül fájna. Az igen. Nagyon fájna. Akkor csinálom még egy olyat. Mondjuk csak hagyd mondjam el a közönségnek. Jó, most, jó. Mert tényleg ezt már hallottad, meg ez ott van a Mester Manuálban, az Expert Coachban, hogy csinálunk egy olyat, hogy te mondtad, hogy nem akarom, hogy engem elhagyjanak, inkább én elhagyom őket. Ez egy ilyen önvédelmi funkció, viszont
Ez eszméletlen bűntudattal jár, mert ez egy befejezetlen biznisz. Tudod, van egy feldolgozat, ami úgy hívjuk, hogy energetika vagy batyú, innen mi kiszállunk, nem oldjuk meg, tehát magyarul aktiváljuk a cserbenhagyás traumáját. Mi cserben hagyjuk azokat, akiket nekünk gyógyítani kell, cserben hagyjuk magunkat, és cserben hagyjuk a magasabb énnek az ígéretét. Jó durva, nem? A cser, a, az abandonment, tehát az, a, az elhagyatottsági trauma az jön az elhagyatottsággal és a cserbenhagyással. Van egy olyan, hogy jaj, ne hagyj el, inkább megcsinálok bármit, tudod, ez a nagyon megalázkodunk, lealacsonyítjuk az önérték, a másik meg, hogy a kezünk már a kilincsen van, mindenki kapja be, idesebb többet tudod, és akkor ez a két világ között ingázunk, és azért kell tudni a pszichológiát, amit úgy hívja, hogy logika. Ha azt tudod, akkor lelassítod a filmkockát, megnézed a viselkedési formákból, hogy hol jön ez fel, honnan ered, legtöbb ilyen az ősidőkből ered, aztán tudod, beszélsz az ősökkel, figyelj, tudod. Jó, mi volt a másik kérdése, drága? Szerintem nem volt már több. Én azt gondolom, ezzel kapcsolatban, a meneküléssel kapcsolatban, meg a visszlát szorongás kurzusodban eszembe jutott, hogy volt egy ilyen meditáció, ilyen vezetett meditáció, ahol elment valaki a tengerre hajózni, mert elmenekült. És nekem ez most az annyira bejött most, hogy így beszéltél róla, hogy csak már nem tudom, hogy mi a végkifejlet, de ez volt a lényege, hogy elmenekült, és mikor visszatért, akkor érezte, hogy mennyire hiányzik az otthona. Hát nekem is el kéne mennem valahova valami messzi tengerre, hogy megérezzem azt, hogy milyen jó a jelenben lenni, mert én azt érzem, hogy a jelenben nem tudom elviselni sosem a léte. Az egy hipnotikus meditáció, mert ezzel nem mondtam újat. Az óceán az elme mélységét szimbolizálja. Az a hajós kapitány, vagy aki neki állt, hogy átszállja az óceánt, azt jelenti, hogy megismeri az elmét, a tudattalan elmét, az arra szimbolika. És hogy megismerte az óceánt, ami az elme mélysége, úgy vált egyre jobb. Ja, igen, úgy vált egyre jobb kapitánya, hajós kapitánya. Tehát magyarul, az egy metafora arra, hogy az élet mestere csak úgy lehetsz, hogyha az elmédet megismered, és annak az összes zegzugát és mélységét. Mikor hazatért, ami azt jelenti, hogy integrálta magát, akkor már jól érezte magát otthon, azaz a testében és a bőrében. Oké? Okay? Az árvagyerek, a gyógyulatlan árvagyerek, amely tő árnyunk, az késztet minket a fizikai rohanásra, mozgásra, az azért nagyon veszélyes, mert ha nem gyógyítjuk meg professzionálisan, akkor balesetekhez vezet, sérülésekhez és balesetekhez. Tehát te még ott nem vagy, csak mondom, hogy kezdj el ezen dolgozni azokon, amit ötleteket, amit adtam, és akkor ki tudod küszöbölni a kellemetlenségeket. Minden baleset az egy minta megszakítás. Tele vagyok mintákkal, több tízezer minta, és a minta megszakítás pedig az univerzum küldi arra, hogy ne szadízd már magad, ne bántsd már magad, ne lóholjál már, tudod, szállj már le a mókus gerékről. Tehát jó indulatú, csak mikor nem tudjuk a metaforát és a mögötte lévő logikát, akkor az egész egy olyan kilátástalan valaminek tűnik. Jó? Na most azt hiszem, van a kezedben épp elég eszköz meg irány. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Megyünk akkor tovább. Téglási Edit jön kérdésével itt szóban személyesen. Itt vagy, Edit? Igen, szia Robi, jó estét mindenkinek. Igen, örülök, hogy meg tudtál jelenni, mert hallottam, hogy... Igen, hát egy kicsit olyan nazális lettem, igen, mondjuk így, finoman. Oké. Okay. Jó, oké, okay. Szóval az előadása címe az volt, hogy mit várhatunk az elkövetkezendő 4 hónapban,
és szerintem ez egy elég nehéz időszak lesz, és a párkapcsolatokat is kihívás elé állítja az elkövetkezendő időszak, mind a rendszer, mint a luciferi ego által, és nekem az a tapasztalatom, és a klienseim között most két fiatal házaspárral találkoztam, hogy megdöbbentően azt tapasztaltam, hogy ezek fiatal, értelmes, intelligens, helyes emberek, és 2-3 éves kapcsolatban élnek, icipici gyerekkel, az egyik helyen egy 2 éves kislány, mert a másik helyen egy 10 hónapos kisfiú, és mégis olyan szélsőséges és nehéz traumákkal néznek szembe ezek a fiatalok, akik még csak 2-3 éve élnek együtt, mint mondjuk egy 15-20 éve együtt élő házas pár. És ugye persze mesélted mindig, hogy felgyorsult az idő, meg hogy ugye most nincs időnk már semmire, de szerintem már mint hogy minél hamarabb kell tisztítani az elmét, úgyhogy szerintem fontos lenne, hogyha most a közönségnek erről is mesélnél, hogy a párkapcsolatok, és hogy alakulnak ezek az együttélések tulajdonképpen, milyen kihívások elé nézünk. Okay. Ha szabad kérnem. Ó, persze. Nagyon komplex a világ, mert nagyon komplex az elme. Az a kivetítés egyenlő fizikai valóság, amit mi látunk, az elménkben egy program sorozat, ezt te tudod. Ami most a bolygók állásából is származik, és ezt az égiek próbálják a tudatunkra hozni, azaz az eszméletlen utálat és gyűlölködés, ami az emberek elmébe létezik. Ezt tudom, mivel ott vagy te a kvantumban, ez hatred. Hatred, ennek az angol kifejezése. Miért utálja az ember? Miért van ez az utálkozás? Ennek van egy magyar, egy erősebb, ez egy gyűlölködés. Ez ugyanott van. Azért, és a nő gyűlöli a férfit, a férfi gyűlöli a nőt, akkor az ember gyűlöli az Istent, az életet, minden gyűlöl az ember. Ezek erős szavak, de ha már felhoztad, amit köszönök, akkor nevezzük nevén a gyereket. Meg manipulálnak is, tehát hogy azt tapasztaltam, hogy nagyon durva manipulációs minták is vannak, nem riadnak vissza attól sem, hogy mondjuk az egyik ijesztegeti a másikat azzal, hogy fölvágja az erejét. Tehát, hogy nem csak manipulálnak, hanem olyan szinten szorítják sarokba a másikat, hogy ez valami döbbenetes, olyan érzelmi reakciók és minták, hogy... Így van. A manipuláció az mindig a cserbenhagyásnak egy megjelenése, tehát mikor mi cserbenhagytunk valamit, valakit, a megbocsájtatlan, magunknak meg nem bocsájtott cserbenhagyásunk miatt manipulálunk. Nagyon trükkös. Ezt te tudod, ezt a fekete-fehér invertált ego logikát. Tehát az az egyik aspektusa, van még más aspektus a manipulációnak. A manipuláció az elhitette velünk, hogy csak úgy tudunk eredményt elérni, hogyha mi fenyegetőzünk, ha mi másikon be akarunk hajtani valamit, ami a mi feladatunk lenne. Tehát ez megint a felelőtlen, erőtlen gondolkodásmód eszébe a mentális tunyaságnak. Egy másik ember neked nem tud teremteni, mikor te vagy a teremtőd a saját életedért. Ezt tudod? Na, menjünk vissza egy kicsit akkor a gyűlölködésre, az utálatra. Annak az a háttér története, ugye erre mondom, hogy trauma, trauma, trauma. Mi ott a trauma? Úgy érezzük, hogy valakitől veszteséget, vagy vereséget szenvedtünk. A Lucifer vereséget szenvedett az Isten, ezt ő hiszi. Nem így volt, de ő azt hiszi. A nő úgy érzi, hogy vereséget szenvedett a férfitől, ettől, attól, főnöktől, tanártól, szülőtől. Jó. A férfi úgy érzi, hogy ő vereséget szenved. És hát tudod, ezek mind mentális energiák csak, ezek a mi hiedelmeink, és ez szerint hűítjük be magunkat, és szadizzuk a másikat. Senki nem szenvedett vereséget semmitől, habár a régi rendszer, a Matrix rendszer szándékosan úgy volt teremtve, programozva, hogy ezt higgyük, hogy a másik az oka a mi bajunknak.
Ez a blame games of the ego, ezt te tudod, ez ott, jó? Tehát nagyon összetett, de aki nem hajlandó behúzni kicsit a kézipéket, és üresbe tenni a kocsit, hogy Atya Isten, mit csinálok? Mi az, amit itt csinálok? Szadizom a másikat, szadizom magamat. Annak nincs kiút. Ők nem fognak emelkedni, egyre betegebbek lesznek, és eltávoznak. Ennyire durva. Jó? Na most. Még van egy nagyon, ezt te tudod, a kvantumból egy oka a gyűlölködésnek és az utálkozásnak, de ennek is megint összetett a pszichológiája. The shattered dreams, az összetört álmaink, a meg nem valósult álmainkat úgy kompenzáljuk, hogy gyűlölködünk. Oké, ezt te tudod. Mondok egy-két példát. Amikor az ember megházasodik, naívan, frissen, én is voltam ott, tehát nem ez van. Olyan szép lesz, nagy házat építünk, nagy autót, én majd hazahozom a izét, a pénzt, te meg majd tudod, három kis izével, csiripelő, tudod, gyermekkel majd ott vászlám, és olyan szép lesz. Na most ez tök szép és jó, ha ez a világ az emberekért szólt volna. Nem az emberekért szólt. Az emberek ellen szólt. Tehát bármikor jól akart az ember magát érezni, tisztességesen szívből akkor betettek. Ez nem konteós teória. Azért kell tudni, amit mondtam, hogy nincs a bankszámládon, tudod, több millió dollár. Persze, hogy nincs. Kinek van, aki a régi rendszert táplálta? Azokat jutalmazták, és a legtöbbje nem is volt messze olyan jól, mint ahogy mondták. Tehát egy nagyon aljas, egy nagyon félrevezető és egy hamis világban éltünk. És akkor itt vannak ezek az emberek, akiről beszélt, a gyűlölködés, a magáért felelősséget nem vállaló, a teremtésért nem vállaló ember már úgy viselkedik, ahogy így, hogy manipulál, támad, felvágja az elejét. Ez ott van a death temptation. Ez ott van a halál. 6. modul, 18. lecke. Death temptation. Az egyik a több száz halál struktúra lépéséből. Miért fenyegetőzik az ego? Mert csak ezt tudja, mert bűntudata van. Miért fenyegetőzik valaki azzal, hogy felvágja az erét? Mert ő valakinek a halálát okozta egyelő, elátkozott mást, és még nem bocsájtott meg magának. Jó? Tehát azért látom, amikor én beszélek emberekkel, akkor tudod, kicsit bele a mély kaptárba. Kinek nem bocsájt, kit nyírtál ki, kinek okoztatta a halálát, kit átkoztál el, amit magadnak még nem bocsájtottál meg. 2 perc ezt megsemmisíteni. Az ember annyira egy tudattalan áramlásban van. Nem jó érte áramlásban, mert ez az unconscious current, mert a current, arra gondoltam, hogy ez a megy az ár, megy a folyó, tudod, itt a tavaszi árvíz, tudod, abban van a legtöbb ember. Nem ismeri a pszichológiát, és mondok erre valamit. Honnan ismerni? Hát most rajtam kívül tudtok olyan emberről, aki ezt így elmondja és ért hozzá? Nem kell rám, nem legyezem magam. Körülbelül 10 emberről tudok ezen a földön, aki ezt tudja. Tehát, hogy mondjam, félre voltunk vezetve, alul voltunk informálva, félre voltunk informálva. Ez annyira fontos tudni, hogy a lap, de nem kifogás, és itt van egy újabb minta, amit ez a pár lejátszik, vagy ezek a párok, de nem kifogás az áldozati mintának a fenntartására. Jó, ez a lényeg. Várj egy kicsit. Nem kifogás arra, hogy vigyük tovább a szegényén, mi folyik itt, jaj, ismerős, ugye, tehát az áldozati mintába ki kell szállni, és ez annyira furcsa az embereknek, hogy te teremtetted ezt, tehát a szépet, a csúnyát és a jót. Tudtál róla? Nem tudtál. Akkor ne örjünk, az ego örjünk. Jó? És az ilyen emberek, akik nem
hajlandóak lassítani, és tényleg beismerni, hogy nem vagyok jól, örjöngök, nem tudom, mi bajom van, de nem esik jól. Ezekkel legjobban hipnózisba tudsz beszélni. Merre vagy, Edith, eltűntél itt nekem a nagy? Itt vagyok, Robi, itt vagyok. Oké, köszönöm, most már látok sárgább, oké. Hát, igen. Mondom, az olyan nekem, de CNN, tudod, így. Igen, rengetegen vagyunk, úgyhogy elhiszem, igen. És itt tudod például hipnózist használni, ha kérnek tanácsot tőled, ha nem, kértek, akkor igen. Van egy, okay. Tehát persze. Akkor tudod, van egy olyan aspektus, amit én csinálok, ezt a látod, hogy ez azért van, mert de ez úgy meg lehet címezni, hogy az ego ne vegye magát. Most ezt azt mondjuk neki, ez azért van, mert felelőtlen vagy, hogy áldozat vagy, tunya vagy, mentális, és semmi jó nem keletkezik, az ő egők elkezd támad, és itt van vége. Így van. Tehát ezt ismered. Nagy technikán belül azért jó ezeket így kimondani, mert az egónak nincs helye. Ott az éteri síkkal beszélünk, az lecsorog, és az embernek nincs más választása, mint megváltozni. Ide pedig gógyi kell, ide pedig ész kell, és tudod, hogy nem szabad játszani az Isten, mikor a nagy technikát használjuk. Amit én láttam itt a fiatalokon, hogy az ősi sebek, tehát mindenkinek mi hiányzik a biztonság, a szeretet, a védelem, stb. Stb. Tehát innen indul úgy eredetileg. Igen. És akkor ilyenkor, most mondok egy példát, mert azért tudom, már a kvantumkurzus vagy, és már ismered ennek a nagyon mély struktúráját, hogy tudsz egy kedves, enyhébb hipnózist is mondani. Hipnózist nem kell becsukni a szemet. Az egy sztori. Az egy olyan metafora, ami arra van tervezve, hogy változást hozzon elő, vagy hozzon létre. Most ez lehet jó, lehet rossz. A legtöbb ilyen hipnózis a televízión keresztül az nem az emberekért volt. Én tudom, én azt tanítom, hogy hogyan lehet ezt a programozást megszüntetni. És akkor tudsz nekik olyat mondani, hogy most nem akarok belemenni a műszaki részébe, de ez folyik itt, hogy felelőtlenek, gyűlölködnek, vereséget szenvedtek, stb. És akkor akkor menjünk be egy kicsit ebbe. Meg erőtlenek, meg felvállalják a felelősséget, meg ezek. Így van. Hát aki velem már dolgozik, meg van az ismerő, hogy eszméletlen brutális tudok lenni. Tehát jó szívű vagyok, de én úgy belemondom az emberek arcába, tudod, hogy inkább visszakanyargi a bányagép kezelés, mint velem lógni, aki nagy marad. De az lényeg, hogy meg tudsz kérdezni egy-két céltudatos kérdést. Mi az a vereség, amit úgy érzed, hogy elszenvedtél, amit még nem bocsájtottál meg úgy magadnak, mint a másnak, ami miatt te így gyűlölködsz. That's it. Elég. És akkor ebben benne van az árny kompenzáció, benne van a pszichológia, egy kezdeti szinten. És már innentől kezdve, ez nem egy támadás, porogni kezd az agy. A kerek. A kerek. Hogy forognak a kerekek, igen. Hogy igen. Mit mondtál? Föl van véve, hallgasd vissza. Tudod? És ha már ezt így kimondta, és akkor tudod, ezért tettem be az expert coachba az intention, the power of intention, hogy a szándék ereje, hogy amikor neked az a szándékod, hogy nem megmented ezeket, hanem a te isteni igazságodat kifejezed és lépsz tovább, mint ahogy én mondom, mindenkinek nyert ügye van. Nem játszod az Istent, átadod a fontos energiát, és hogyha ők abban a receptív üzemmódban vannak, akkor bum, mindenki jól járt. Ha te nem mondod ki, ti vagy én ezeket a dolgokat, akkor van egy olyan bűntudat energia, hogy cserben hagytuk őket, hogy nem adtuk át a számunkra már létező információt, és akkor nekünk lesz ebből később karmunk. Te tudod, te nem támadtál, kiadtad, ez van gyerekek, kezdjél magaddal. Jó? Tehát ezt tudod csinálni. Szuper, köszönöm. Nagyon szívesen, drága. Köszönöm. Ez most úgy kérdezem tőletek, hogy érzitek, hogy mennyire egyformák vagyunk? Hogy mennyire ugyanazok a programok uralják az emberiséget, és hogy milyen érdekes, már csak, hogy Edith föltette ezt az intelligens kérdést, már te is transformálódsz ezzel, mert azt mondja, hogy Isten, ez bennem is van. Rajtam is megjelent az energia, és akkor a kollektívban megjelenik, és akkor
Erre jó, tudod, a nagy technika, nem csak magadat kell gyógyítani, hanem a közösséget, a kollektívot. Ebben éltünk, gyerekek. Ez a cirkusz, amit most látok, ami most megjelenik a mozivásznon, amit úgy hívnak, hogy realitás, 4,6 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. Oké? Okay? Tehát ez itt olyan eszméletlen felgyülemlet, energiák vannak, amit mi az elménken keresztül semlegesíteni tudunk, és akkor ezzel kitakarítjuk ezt ezt a nem kellemes mozit. Jó így? Szabó, Anna, szia! Mi történik a Bermuda háromszöggel kapcsolatban, mert sokan nem beszélnek róla? Erről most nem tudok, mert Uli, aki ebben otthon van, ne haragudj, nem tudok most erre válaszolni, mert mondom, nem nincs jelen Uli. Majd ezt bepótolom. Jó? Nézzük meg Emesét. Itt vagy, Emese? Aki, és ezzel védjük, ezzel magunkat védjük, a munkahelyemen próbálom kivédeni azokat, amiket mások tesznek az én nevemben, mert rosszat akarnak nekem, ez sok energiát veszel tőlem, arra gondolt, hogy nincs már erre erőm, és vagyom. Csinálják, ez megoldás? Itt vagy velünk, Emese? Igen, itt vagyok, sziasztok! Szia, szia! Mi találkoztunk személyesen? Ismerős vagy? Nem találkoztunk. Nem még? Oké. Okay. Na nézd csak, itt... Tehát a versengésről, amikor kezdtél beszélni, akkor ötlött ez, hogy ez ugyanaz, mint a versengés, igazából ugyanaz az energia? A versengés az egy a sokból. A versengés az egy figyelemfelhívó, ugyanakkor egy nagyon sunyi ego program. Aki verseng, az nincs maga, az saját erejével és képességeivel tisztában. Erről szólt a világ. Na most, ez hogy tudod te megoldani? Úgy, hogy semlegessé válsz rá, azaz te integrálod a kompetitív, a versengőt, ezeket az energiákat, amit te meg tudsz nevezni. Erre kell az árny integrációs technika. Bármi, ami benned feljön, aminek ezeket az embereket titulálod, megnevezed, azokat úgy tudod semlegesíteni, hogyha az árny technikával megcímzed ezeket az energiákat. Jó? Tehát legyen az a versengő nő, legyen az a seggfej, legyen az nem szabad lábujjhegyen járni. A gyógyulás nagyon brutális igazságokat követel. Nem akarok szavakat adni a szádba, csak nézd meg, hogy milyen felszületlenül, minek titulálod, kik ezek az emberek, milyen karakterek. És akkor az árny technikával te tudod integrálod őket, és egy-két dolog fog történni. Az egyik, hogy te már semlegesebb leszel rá. Tehát az, ami mikor tudod, az eddigi világ egy érzelmileg éretlen világ volt. Immaturáns. Az én apukám jól elveri a te apukádat. Jaj, azt ne, Úristen, bocsánat, visszavonok minden, nehogy, és ebbe éltük. Fenyegetőzik az ego. Egy erőtlen, fenyegetőző, eszköztelen, életképtelen lényt teremtettek az emberiség javából. Jó? Tehát erre csináld. Nem tudom, megvan neked a visszlátszorongás? Igen, megvan. Igen. Na, abban van egy mini árnyintegrációs technika. Ahogy említettem, azért nem tettem be a nagy technikát, nem amit trauma oldó technikák, hogy veszélyes. Erre mondtam, hogy ez egy ideg sebészet. Itt egy rossz mondat, egy rossz szó, és tudod, rossz szobába találjuk magunkat. Azt mondom, hogy ha azt követed, már az ad egy komoly oldást. Jó? Persze, hogy nincs erőd. Ezeket hívják úgy, Emese, hogy erőharcok. Most tudod, én azért vagyok nektek itt, hogy segítsek úgy információt, tudást és reményt adni,
hogy tényleg tudjál változtatni az életeden. Ezeket, ha hagyod, akkor magaddal kicseszel. Ha ezeket hagyod, magadat cserben hagyod. Ezeket te nem tudod. Ez majd 20 év múlva üt be. Csak mondom neked, hogy ha viszont belevágsz, oda meg profi tudás kell, abban segítek neked. Meg tudod, azért vagyunk mi egymásnak, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy ki izélem, hozom az ekét, és akkor felszabadok, és minden marha jó lesz. Itt tudni kell nagyon bújtatott dolgok. Na nézd csak! Azt mondod, hogy rosszat akarnak nekem. Ezt egy percig nem kétlem. De ezt te úgy tudod csak, te, mi, az emberek csak úgy tudják megszüntetni, ha ezt az energiát te magadban integrálod. A nagy technikával és az árnyi technikával. Mind a kettő szükséges. Erről beszéltünk a Bognár Zsuzsával. Emlékszel, hogy az a legnagyobb nehézség az embereknek, hogy ezt a rossz akaró részünket teljesen figyelmen kívül hagytuk. Ez egy árny világ, amiben az emberek élnek. Ezt szaknyelven úgy mondják, hogy amikor az ember felfedezi a saját kapacitását a gonoszságra és a rossz indulatra, akkor kezdhet el gyógyulni. Mondjam-e még egyszer, vagy ez így érthető volt? Tehát a kapacitását, ezt angolul azért mondom, mert vannak kurzustagok, when you discover your capacity for malevolence, only then you can begin the healing. Tehát mikor felfedezzük azt, hogy ezek léteznek bennünk, ezek energiák, nem enyém, övé, kiét, nem itt vesztünk el, létezik, megjelent előtte demese. Tetszik? Nem tetszik, akkor gyere integrál. Tanuld meg ennek a pszichológiáját, old fel a technikával, és azt fogod észrevenni, hogy egy olyan már félig olvadt jégkocka válsz, és nem tudnak úgy kézbe tartani, mindig kicsúszik. És ez a lényeg az önmunkának, hogy már nem támadó felületek vagyunk, hanem az integráltságon keresztül egy olyan szűrő, amiben ők nem tudnak belekapaszkodni. Jó, ez így? Igen, egyébként ezt én is érzem, hogy tehát minden egyes ilyen alkalommal egyre kevésbé tudnak kibillenteni a nyugalmamból vele, vagy a békémből, illetve mindig kevesebb időre van szükségem, hogy utána visszaálljak az egyensúlyomba. Igen. Nézd csak, mutatok még valamit, és tudod, emlékeztek, mikor Szonyával kezdtük az interjúkat, folytatjuk majd most, hogy már visszajöttem Kaliforniából, csak ettek a tatarozás miatt abszolút nem volt energiám meg időm, és itt van ez a kijelentés. Tök jó, hétköznapi, azt mondod, hogy sok energiát vesz el tőle. Jogos. De tudod, ez mit jelent? Minden, ami energiát vesz el tőlünk, az az integrálatlan árny világunk. Mi a világ? De azon belül a szívtörés traumája. Valahol neked a szíved még úgy össze van törve, ez egy processz, tehát ezt tudod, nem olyan, hogy fekete-fehér itt, hogy a pogácsa szaggat, és akkor na nesze. Ez itt van egy bújtatott árny, mi tudjuk, hogy energiatolvaj. Oké. Honnan tudod, hogy nem, hogy ez rezeg? Hogyha más próbálja az energiádat elvenni, elrabolni, akkor mérges leszel. Mérges leszel? Nem akarok szavakat adni a szádba, de ez zavar, hogy valaki más, ez a rész? Nem, én már ebbe bele vagyok fáradva. Tehát nem dühöngök, vagy agresszív vagyok. Én inkább a magamba folytó fajta vagyok, aki elfogadja, hogy ez van.
Az az elfogadás az nem elfogadás. Az elfogadást csak akkor tudjuk csinálni, emese, hogyha már a szívünk gyógyult. Jó. Ezt most nem tudod, én nem fogom vissza Én magam most. elhiszem neked. Én elhiszem, mert Jó. bízom benned. Igen, édes vagy. Tehát én ezeket azért mondom, ezek olyan struktúrák, hogy mindnyájunkban meg van nekem is szarával zúzva a szívem. Én nem tudtam, hogy ennyire össze lehet törni egy szívet. Jó? Tehát nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy itt integráld az energiatolvajt. Integráld azt az energia, rabló energi, személynek az árnyát. Nagy technikát is tudod alkalmazni. Mikor azt mondod, hogy már elfogadod, az nem elfogadás, hanem lemondás. A lemondás az nem ugyanaz, mint az elfogadás. Igen, beletörődés. Igen, beletörődés. Az már ez az érzéketlenség, az egy apátia, és az a baj azzal az energiával, hogy ugye szeretetlenség energiáját okozza, és ahhoz vezet. Most nem mondom, hogy te benne nincs szeretet, tehát nem arról szól, csak a hosszú távú eredménye az az, hogy már te se tudsz elfogadni szeretetet, nem is akarsz adni, és egy ilyen, ez megint egy leredukált mazsolásbódéhoz vezet, ami semmivel nem jobb, mint a régi ego világa. De most, hogy tudod, így beszélünk, meg beszélgetünk, beindul a kerék, és már látod, hogy ezt tudod, megkezdheted oldani, és tudod még mit? Ezt már mondtam ebben az előadásban, hogy mondtad, hogy inkább elfojtom magamban. Ismerem, mert én is ilyen voltam. Annyira féltem ettől az érzékenységemtől, ettől a skorpió erőtől, hogy inkább azt mondtam, hogy nem marok beléd, hagyom a francba, viszont magamba martam azzal, hogy nem adtam ki magamból. Most ezt ki lehet adni a konditerembe boxolással, futással, sporttal, ki lehet adni a nagy technikán keresztül, de az a lényeg, hogy nem tudjuk tovább elnyomni a dolgokat. Lehet, figyú, mondok egy ötletet, ez mindnyájatoknak jó, lehet. Írj egy levelet nekik. Jó, kiírod, mert az a tudattalan világot felszínre hozza, hogy XY, és akkor kifejezed, de ne nyomd el, ott nem kell elnyomni, utána elégeted, vagy széttéped és kidobod. Tehát, tudod, itt bármi, ami jön, emberi, őszinte, és utána elmondod, mi a gond, utána javaslatokat teszel nekik, ugyanebben az írásban, hogy mit tudok változtatni, megbocsájtok nektek, ártatlanok vagytok, és tudod, elengedem ezt az erőharcot, amiben ti úgy szentül hisztek. Értem. Jó? Jó. Értem. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Muszáj dolgokat kifejezésre jutatni. Eddig a kifejezésre jutatás olyasmi volt, mint amit Edith mondott. Öröngés, fenyegetőzés, felvágom az eremet. Ez is egy kifejezés az elnyomott, vagy a ki nem fejezett dolgoknak. Most tudom, hogy te azért ennél sokkal intelligensebben tudsz viselkedni, de ez a lényeg, nem lehet tovább elnyomni semmit. Nem lehet. Nem működik. Jó? És eddig ettől féltünk, mert mindig attól, ha belegondoltok a régi ego világban, aminek vége, tényleg vége, segítenek nekünk. Attól féltünk, ami jogos volt, hogy retorzióba jár. Tudod, nem szólok be, mert akkor holnap mit teszek? Akkor nem kirúg ez a vizé, tudod, főnök nevezetű paraszt, és akkor keresetek, viszont az is volt a régi rendszerben, hogyha belegondoltok, hogy szállt a hír, akkor ez a főnök megmondja a másiknak, akkor, és tudod, az egész arról szólt, hogy kontroll, retorzió, erőharcok, és ennek vége. De úgy tudunk igazán véget vetni magunkban, ezeket semlegesítjük. Oké? Jó, rendben. Jó. Köszönöm. Nagyon szívesen. Szia, Edith. Kedves Robi, szeretném megkérdezni a cukorbetegség kialakulásának az okát gyerekkorban és felnőttkorban is. Egyre több cukorbeteg van a gyerekek között. Itt vagy, Edith?
Jó, akkor nem vagy itt. Na, ez hányatokat érint? Gondolom jó sokat, ugye? A cukorbetegség egy nagyon összetett valami. Van egy olyan weboldal, amit én megosztok az Expert Coachon belül, az a neve, hogy ez egy angol nyelvű oldal, hogy ourspiritualnutrition.com. Tehát a mi spirituális táplálékunk. Megmutatom, hogy néz ki. Itt meg tudjátok nézni, a cukorbetegség ez a diabetes. Diabetes. Oké. Okay. Mikor a... Robi, bocsánat, hogy közbeszólok, írt a hölgy, hogy ő csak írni tud, nem tud közbeszólni. Ja, okay. Jó, csak előtt. Jó, köszönöm. Köszönöm. Az a lényeg, hogy Our Spiritual Nutrition, nézzétek, meg ezt beteszem ezt a linket. Ez angolul van, tehát aki nem tud angolul, az ennek nem lesz sok haszna, de beírod ide, várjál csak, nézd csak, lehet, hogy működik más nyelven, és nem tudom, most nem akarok ez időt tölteni. Diabetes, tehát ezt a diabetes. Ezt írják angolul, és ezt beírod, és akkor el tudod ezt a megtalálni a választ. Pillanatot kérek, chatbe beírom ezt a weboldalt. Ezt még mentsétek el, kérlek. Jó, tehát ez egy nagyon profi srác. Eléggé előre haladott, már úgy értve, hogy nem a spiri hablatyos, és minél jobban ismered a pszichológiát, a részkonfliktusokat és az árnyvilágot, annál többet kilátsz és kihallasz az üzenetből. Jó, ez is volt az előadásomnak a lényege az elején, hogy minél inkább az ember ismeri az elme struktúráját és a tudatos dolgokra, annál inkább érti a dekódolt üzenetet. Nézd csak. Szia, oké, okay, Edith, írni tudsz. Jó, mert egy kicsit átteszem a másik képernyőre itt. Jó. Elmondok egy pár, így. Tudjátok mit? Megosztom, ha érdekel, ez már régi íromány, 30 éves, de mindig nagyon aktuális. A Rudiger Dahlke-nek van az a könyve, ahol a 999 szimptomát, vagy nem is tudom, minek hívják magyarul, betegségek lelki okai. Megosztom ezt a Our Spiritual Nutrition, betegség lelki okai, itt van. Ezt a linket megosztom, ez a PDF könyv, ezt kérek mentsétek el, az előadás után már nem lesz letölthető, ez ott van nektek, tessék. Jó, és akkor ide beírod, hogy egy Ctrl F-fel, ugye van ide, Ctrl F, hogy cukor, betegség, és lesz rá egy találat. Most, hogy a Zoom megy, most az nagyon leterheli a gépet, tehát lassan működik, de mikor nem vagy Zoom-on, akkor bum-bum, egy-két másodperc alatt megtalálja. Jó, fennhagyom addig, hogy na, itt valami talált, nézd csak, cukorbetegség. A szerelem hasmenése, félünk a szerelemtől, ugyanakkor van egy olyan árny, hogy a beszori alak. A szerelmi téren nem állunk a helyzetlet magaslatán, képtelenek vagyunk a befogadásra. A sejtek nem nyitottak a glukóz felvételre. Tehát van egy olyan a közelség elutasítása, az a bonding, aki a kvantumon van, az hallott, hogy ez a glukóz, ez a bonding, a kapcsolódás képtelenségére egy pszichológiai ellenállás. Egyfelől kívánjuk az édeset, a szerelmet, szeretnénk élvezni, ugyanakkor mégsem vagyok hajlandók elfogadni a határtalan szeretet teljes mélységeiben. Most itt, ha tudod, amit tanítok, akkor nagyon fontos tudni a érdemeket, hogy ezek az emberek nem érzik magukat érdemesnek a szeretetre és a szerelemre. Nem érzik magukat méltónak.
minden problémában ott van az, amiről a második fejezetben a könyvemben beszélek. Tehát anélkül nincs mély áttörés. Tudattalanul szerelem általi beteljesedése vágyunk, tehát itt van egy életcél, beteljesedés, de azt mi egy ego által félrevezetett struktúrán keresztül próbáljuk megteremteni. A szerelem, mint egy energia, a szép és jó, de nem az fog beteljesedésre terelni minket. Tehát itt valami, tudod, ez a második ősi seb, talán, mi nem is tudom már, mi a viszlát szorongásban van egy ősi seb, amiről beszélek, a szeretet hiány. Jó, tehát itt meg tud nézni ennek a pszichológiai hátterét. Tehát ez nagyon fontos, és akkor a spiritual nutrition-ben meg ott a többi. Oké, nem látom. Jó? Oké. Jó, jó ez így, drága. Menj el, kérlek, a Edit, tőled kérdezem. Jó, oké. Okay. Oké, okay, akkor menjünk tovább. Látjátok, erre mondtam, hogy nincs kiút. Aki ezt megtanulja, értelmezni úgy, mint oldani, nagyon szívesen, drága. Annak van kiút. És erre fognak most minket ráébreszteni az égiek, hogy nem az áldozatot kell játszani. Játszottuk mindjárt, belefért, most már nem fér bele. Hanem meg kell tanulni, idézzem magam, a logikáját ennek a dolognak. És a logika, ez a spirituális pszichológia. Ez úgy jön létre, hogy pa-pa-pa. Nem tudom most így fejből, de mutattam két dokumentumot, csak akkor abból az ember intelligensen összehozzon. Jó? Melinda, lassan el kell mennem. Az a kérdés, hogy krónikus betegséggel küzdő embereknek mi a szerepük az átállásban? Emésztőrendszeri betegség, harag és dű a világra. Egy sokkal szebb világot képzeltem volna el. Látom, néha látom is, mit lehet tenni a gyógyulás érdekében. Köszönöm. Az ember nem ismerte a háttérprogramot, miszerint futott az élete. Leveszem a megosztást, hogy lássatok, vagy én is lássalak benneteket. A leredukált információ, hamis információ világában abból próbáltunk kisilabizálni dolgokat. Ez ismerős. Azok az emberek, akik krónikus betegséggel küzdenek, azok még nem gyógyították meg magukban a gyilkoló, traumatizált, örjöngő énjüket. Csak az beteg, ugye, ahogy mondtam, aki az érzelmi testét leválasztotta, az asztrál síkra kiutalta, a magának az örjöngését és a gyilkosságait. Elmi, ez mind elme, nem bocsájtotta meg, és nem oldotta fel. Magyarul ő teremtett magának egy világot, és ez lehet, hogy már egy ezer életében keresztül megy. Életében? Igen. Igen. Ember életen keresztül. Nem tudom, hogy mondja. Úgy jelenti, lifetimes. Keresztül megy, tehát nem ebből az életből ered, de ez nem azt jelenti, hogy nem megoldani való. A gyilkosságok, az örjöngések, a tombolások, a folytogatások, ezek ismerősek, ezek az árnyi történeteink, amikor az ember ezt feloldja, akkor jó lesz. Te kérdésed, Melinda, hogy mi a szerepük az átállásban? Tanítás. Megmutatni neked, hogy hova vezet a takarítatlan elme. Látjátok? Hova vezet a meg nem bocsájtott múltbéli gyilkosságaink? Valószínűleg többen nem is gyilkoltunk, csak az elménkben. Legyilkoltuk a támadót, kiálltunk magunkért, stb. És ezek az el nem engedett minták, ezek okozzák a fizikai síkon a betegségeket. Emésztőrendszeri betegség, harag, dű.
Itt ismernék a dű és a harag pszichológiáját. Már egy kicsit. Azért haragos az ember, azért dühös, mert az ő általa elképzelt életet nem tudta megteremteni. Ismerős? Voltak kudarcai? Az ember egy nagyon pár dolog miatt dühös. A meg nem bocsájtott kudarcai miatt, az önmaga által fel nem vállalt erőtlenség miatt, mikor erőtlenek voltunk, és azt elfogadtuk, és azt szerint rezgünk, azért kell a trauma oldás, mert akkor dühösek maradunk, ha nem integráljuk vissza az erőnket. Van még a fizikaiségon egy olyan düh, ok, ahol nem érzük magunkat biztonságban, és akkor van még egy olyan bújtatott aspektus, ami a szívtörés traumájában jelenik meg, hogy nem érezzük magunkat szeretve. Durva, nem? Tehát tök egyszerű valahol, de amikor egy kicsit lelassítjuk ezeket a filmkockákat, akkor látod, hogy itt emberéletekről van szó, itt egy civilizációról van szó, itt értékes életekről van szó, és az ember annyira értéktelennek titulálta magát, hogy inkább meghal, mint leüljön a kis segélyre, és kitakarítsa a búrája. És erről szólt az értéktelenség, a méltánytalanság, a méltatlanság és az érdemtelenség vitte itt az alap rezgéseket. Erre alapozott mindent az emberiség. Jó? Tehát akinek megvan az Uralt az elméd című könyvben, vagy az angol, vagy németül is megvan, az akkor ez a második fejezetben van lebontva. Érdemesség, méltatlanság, méltányosság, méltóság valamire. Amíg azok a struktúrák nincsenek stabilizálva, addig az élet nem tud működni. Emésztőrendszer. Nem tudunk valamit megemészteni. Amit nem tudunk megemészteni, ez a gonoszság. Hol kell ezt integrálni az elmébe? Itt mondtam, a gonosz már rég kinyírták. Hol van a gonosz? Az ember elmébe. Oké. Okay. Elme, elme, elme. Azt kitakarítod, integrálod a gonoszt, vagy ezek az emberek, akkor ez nem lehet már jelen. Legtöbb emésztő rendszeri betegség ugyanakkor visszamegy az előző kijelentésemhez, ami a gyilkosságaink, az őrjöngéseinkből van. Oké. Okay. Jó, drága? Majd gondolom, már nem vagy itt, de Isten áldjon. God bless you. De jó, jó kérdés volt, mert tényleg nagyon fontos. Oké, okay. Margóka, szia. Javasoltad hozzám a kérdés, mert ami a következő, felismertem az egóm, Heluka, az egóm billegtetését durván erősen testközelből, ergo olyan hiedelmekből aggódó stagnálás, mint a régi csalódások, cserbenhagyások következmények létrejött, a nem merek, nem tudok fix döntéseket hozni oda, ami amúgy tudom, előrébb vinne az erőmhöz, életcélomhoz, kitágulásomhoz. Tudom, ez a quitter, azaz a lógós árnyunk, plusz a holtság struktúra is megjelenik, következmény, elfácsultság, kemény, independent, merev nő. Ha arról beszélne, további irány kaphatni kollektív, van hálásra, megköszönöm. Oké. Okay. A csalódások ugye ez az első lépés a több százból halás struktúrának. Ezeket meg kell bocsájtani magunknak, el kell engedni mind azokat a csalódásokat, amit úgy érezzük, hogy más okozott, mind azokat, amiket mi okoztunk másoknak. Az érmének két oldala van. Sokszor úgy látunk rá dolgokra, hogy hát ez az exem azért ez sem volt százas, jó sok csalódás jött, hát a franc egye meg, majd honopono, onopono, kimonozzuk, aztán majd lesz valami. Magadnak bocsáss meg, mert te okoztál csalódásokat, amit te nem látsz. Jó, tehát az nagyon fontos. Mara egyszerű, nagy technika, felállítod az ősöket, gyerekek, bocs, tök jó, hogy itt vagytok.
Látom, süt a nap. Bocsánat, a csalódást okoztam, Isten áldja mindegyiket, ártatlanok vagytok, bocsássatok meg én is nektek, aztán csókolanyár Julcsa. Jó. A cserbenhagyás az már egy trauma. A cserbenhagyás egy nagyon mély struktúra. Annyira le van redukálva az egész gondolkodásmódunk a fizikai síkra, hogy nem tudjuk, hogy mi van itt a háttérben. A legtöbb embernek van egy olyan hiedelme és egy olyan struktúrája, hogy ő cserbenhagyta az Istent. Eszméletlen örjöngést és bűntudatot csinál belőle az ego. Jó? Ezek érdemek, ezt kell oldani. Nem merek, nem tudok döntéseket hozni. Ez nagyon jó. Mármint úgy, hogy megemlítetted, az jó. Minden döntés, leveszem a megosztást, csak hogy lássatok jobban. Illetve, bocsánat, annyit ide fűznék, hogy meghozom, de utána történik valami, és hagyom az egészet, mert Oké, mi történik? nincs rá erő, meg úgy se lesz jó, meg ez. Oké. Ilyenkor kell használni azt a hiedelem, vagy dekódoló kérdést, amit a könyvemben megosztottam, meg talán a viszlátszorongásban, és nem tudom, mi van a viszlátszorongásban, de úgy se fog sikerülni, mert, és kész minden hülyeséget. Muszáj. Egy-kettő vanília válasz lesz, mert tudod, mert ez meg az. De jön egy-kettő olyan, hogy basszus, amíg azok nincsenek azonosítva és elengedve, addig ez a minta megy. A legtöbb ilyen margóka attól van, hogy az ember nem érzi magát érdemesnek, és méltónak arra az eredményre, ami a döntés, amihez a döntés vezetne. Jó, tehát nézd meg, hogy oké, ha ezt a döntést meghozom, milyen végeredményt kapok, és akkor ott van az önszabotáló minta, ez a szabotálás előny, ami azt mondja, hogy hú, amíg nem érezzük magunkat érdemesnek, méltónak, 100%-ig arra, addig valami mindig betesz a tudattalan. Jó? Tehát akkor ezt szokt csinálni, és megyek vissza a megosztásba. A döntéshozás mindig egy időség töréssel jár. Jön egy új, és ugyanakkor van a réginek is potenciálisan az elveszítése. Már nem úgy fog menni, az új döntésem után a világ nem olyan lesz, mint régen. Tök logikus, tök egyszerű. De meg kell nézni, félünk a régi elveszítésétől? És a válasz igen. A válasz mindig igen. Mi az specifikusan, amit én tényleg félek? És akkor az ember feltárja. Tudod, itt tényleg itt az emberiség, a szív, meg az őszintesség fontos. Hát attól félek, hogy... Ú, ez erősen jön. Ez lesz a gyökere. Jó? Tehát a mind a két irány, ott van a méltóság, érdemesség, az addig nem jelenik meg, amíg mozgásba nem kerülsz. Tehát két irány. Félünk a jövőtől, és a múlt visszahúz. Tehát mind a kettőre rá kell nézni. Jó? És akkor nézd meg, hogy mit fogsz elveszíteni azzal, hogy meghoz az új döntést, és ez miért probléma? Jó. Jó? Na most mondasz egy ilyet, az életcél. Az életcélunk az egy új energia az új földön, mindig is volt, csak ezt kigúnyolták, kinevették, leredukálták, és elkertelenítettek minket attól. Az egónak jó sok hiedelme van az élet célunk ellen. Tehát jókat mondasz. A quitter az nagyon fontos integrálni, ez nem a logós, hanem ezt nem tudom, ezzel beszéltünk többet, ezt nem lehet, a quit azt jelenti, hogy valamit elkezd és nem fejezi be. Valamit nem visz véghez, valamit nem teremt meg, tehát nem vállal be valamit. Ez is ott van, amúgy nagyon persze. Erősen, nézd, nagyon sok ilyen. Ez meg a quitter az együtt van. A quitter az a kis tesó, ő meg az apuka. Jó. Egy család. És onnan tudod, hogy itt a logos család. Szervusztok. És hogy
onnan tudod, hogy van ez a quitter, hogy egy így jön létre. Tehát ez egy kompenzáció. Ez valami szinten egy önvédelmi folyamat. Én is csináltam, tehát nem tudod, itt emberek vagyunk, itt az a nélkül, hogy ha látjuk a mintát, akkor bum, ki tudunk szállni belőle. Nagyon sok ember ezt úgy kompenzál, hogy eszméletlen elfoglalt. Jaj, kicsikém, hát most nem érek rá, de majd 2028. november 2. másodikán, akkor, most mondjuk, akkor se leszem ilyen anyósom. És akkor, mind a quitter onnan tudod, hogy még rezeg, hogy valami mindig beüt. Ja, hát most a kutyának hasmenése van. Jaj, hát akkor gyógyítsuk meg. Na már jó van a blöki. Na holnap meg tudod, akkor a jóskapista haja fáj. Jaj, de. Csak mindig dob egy olyat az univerzum, ami ennek az integrálatlanságát jelzi. Emögött vannak olyan aspektusaink, úgy hívnak, hogy fegyelmezetlenség. Azok is árnyék. És akkor az, ami az embert arra készteti, az integrálatlan fegyelmezetlenségenk arra készítik az embereket, hogy ne vigyék valami, a döntésüket véghez. Az már később jön. De ott van, látok, akkor van ez a életcél, a quitter, és akkor ott a fegyelmezetlenség, ezt megemlítünk egy potenciális energiát. A holtság, és ez örök, hogy felhoztad, ez egy nagyon furcsa energia. Aki ezt az energiát rezgi, és mindenki azt rezgi. Tehát most a zombi apokalipszisben vagyunk, ez azért van, mert az emberek ezt, az árnyukat nem integrálták. De még mit jelent? Azt is jelenti, és vissza az alapokhoz, ez tényleg nagyon fontos, nem tudom eléggé nyomatékos, hogy az emberek, akik ebben vannak, nem érzik magukat érdemesnek és méltónak az életre. Na, ennek kellett, hogy szóljon, vagy ez kellett, hogy kicsit durranjon. Hát ott mindig ezek a finom alapenergiák, vagy erre alapoztuk az életünket. Nagy technikával magaddal szembeállsz, ősökkel magaddal, és azt mondja, figyelj, imádlak, cuki vagy, érdemes vagy az életre, méltó vagy, ami eddig volt, az felejtsd el, ártatlan vagy. Jó? És most kezdjük el akkor, és akkor utána oldod a holtságot. Na jó. Szerintem jó? Az őseim mondnak mostanában annyit előszedem őket, hogy szerintem a dörzsöket a nyerüket. Ja, igen, itt van a kis cica lány, tudod? Már látom, 9 élete van, még mindig van 8. Na gyere, gyere, beszélj! Az elfásultság az egy nagyon... az egy érdekes, egy DNS árnyunk, az a holtságból ered, azt is tud integrálni. És az a lényeg, nézzétek, mondtatok valamit, ez most mindenkiben megjelenik. Ha a holtságot integrálom, automatice az elfásultság nem szűnik meg? Nem, ez külön kell, ez egy nagyon mély struktúra. Az elfásultság az a holtságnak a kompenzáció és a következménye. Ja. Mondok valamit. Nem annyira technikai. Eljött az az idő, mindnyájatoknak, hogy engedjük el a kiégést és a fáradtságot, ami a múltból jött. Tök jogos, vitathatatlan, az ember kimerült, fáradt, de csak azért, mert eddig, mint a Don Quixote, a szélmalmokkal küzdöttünk. Most már nem fogunk, meg kell a szélmalmokkal küzdeni. Az élet, most főleg az elmúlt, bocsánat, az elkövetkezendő 4 hónapban, és azután újabb értelmet fog nyerni. Keresd meg azt az értelmet, amit te szeretnél. Ez egy olyan furcsa, ezt egy tudatosan fölül kell írni. Segítenek a múltat elengedni, ebből jön ez a fásultság, hogy mert nem érdekel. De tudatosan most magadnak installálni kell azt az irányt, hogy tudod mit, Margóka? Van értelme az életednek? Mások rád felnéznek? Te vagy a fény az éjszakában, vagy te egy energia
központ vagy, egy támpont vagy. Engedd el a múltat, és ne hagyd cserben most azokat, akik rád felnéznek, és szükségük van rád. Jó? Érzed, hogy milyen, ezek szép energiák. Reményteljes, köszönöm. Felelősséggel jár, de most erre van szükség, hogy kilépni a múlt kiégéséből, fáradtságából, és tényleg azt mondani, figyelj, itt vagyok. Fáradt vagyok, de vagyok, táncoljunk. Én is marha fáradt vagyok. Tehát te higgyétek el. De én, ahogy mondtam a privát csoportban, ugye most azért csinálom, mert van páratok közöttek, egy pár, akit imádok, szeretek, és most én ezt, amit nekem megadtak a teremtőik, ezt a tudást, ezt a képzést, és ezt adom tovább. Azzal a szándéka, hogy te jó legyél, és te add tovább. Jó? Ez a lényeg. Köszönöm, Robi. Szívesen, drága. És akkor van ez az independent merev nő. Az independence az egy korsáró, tehát az egy tőárnyunk. Az azt jelenti, adj egy pillanatot, hadd igyak egy kortyot. Ez mindenjátokra, ugyan a férfiakra is. Igaz, csak másképp kompenzálunk. Az independence, a függetlenség az egy nagyon fontos túlélési stratégia volt. A nőknek ugye azt mondták, hogy ezen a pasinim nem bírok rá, vagy nem tudok rá, I can't trust him, tehát nem tudok benne bízni, majd én megoldom, és tök jogos, minden jogos. Tehát ami volt a sztori jogos, de a megoldása nem abból jön, elmondani engem a sztori annyira, nem érdekel, mert a sztorit ismerem. Az a lényeg az independence-ben, a függetlenségben, hogy mikor nekünk, vagy valakin mi fügtünk. Na, bocsássatok meg a magyar talanságért, ha úgy jön ki, most ezt én angolba fordítom, hogyha valaki, mert volt egy függő kapcsolatunk, én bízom benned, én függök tőled, vagy anyagilag, vagy érzelmileg, nem akarok bemenni a spiri részébe, hogy ez nem jó. Jó? Tehát valakitől fügtünk. És ez a függő, ez a dependent side, ez a függő oldalunk, ez megsebződött. El lehet anyagi függés, lehet érzelmi függés, lehet egy szívtörés, lehet egy elutasítás, tehát itt már nagyon finom energiák mozognak. Minden függetlenségünk az a meg nem gyógyult szívtörést és a féltékenységet kompenzálja. Oké, szívtörés és féltékenység. Na most, az történik, az ilyen sebzett, nekem is volt, mondom, nekem is, Ulinak is volt, olyan független volt, de ez azért jó, mert mint egy nő kimert szállni egy destruktív és egy nem működő kapcsolatból két gyerekkel, ő felépítette magát, csak belekerült egy olyan energiába, ami egy férfias energia. És ez volt a kihívás, a függetlenség elutasítja a női oldalt, átveszi a férfi oldalt, nem rossz, de egy idő után ebbe kiég az ember. És csak úgy lehet visszaállítani a balanszot, ha meggyógyítjuk a sebzett női oldalt. Integráljuk ezt az independent, tehát a független oldalt, ami nagyon jó, mert azért vagy itt, azért vagy életben, azért vagy tetrekész, azért vagy tudsz cselekedni, azért mertél dolgokat meglépni, ez létezett. De az történik, hogy az ilyen sebzett női oldal, ez a férfiaknak ugyanúgy ott van, ezt mondtam, megbántottak minket, rosszul bántak velünk, kihasználtak, félrevezettek, tehát tudod, ez a trauma alatt van egy másik trauma, másik trauma, és hogy tudod, mikor a függőleges struktúrát tudod, azt mondod, hogy Atya Isten, még csoda, hogy élünk. És az történik, hogy mikor így megsebződik ez a bizalmas, női, függő oldalunk, elutasítjuk az érzelmi testet. De tényleg, azt mondjuk, hogy tudod mi? Húz anyádba, menjünk, és kiküldjük az asztrál síkra. Kitoljuk az érzelmi testnek az asztrál síkra, és ebben az a gond, hogy ott örjöngő démonok, fraktálok vannak, tehát magyarul beküldjük a saját részünket ebbe az állatkertbe, az oroszlán ketrecbe. De minden elő... Ugye?
Ugye? Mondom, de hülyék vagyunk. Nagyon hülyék vagyunk. Nagyon hülyék vagyunk. Erre mondtam vissza, hogy ülj már le, mondja a csőcs. Hogy a csőcs. És elutasítjuk az érzelmi testünket. Mi ezt nem tudjuk. Az a szándék, hogy ne érezzük a fájdalmat. Ez ismerős, ugye? Te is csináltad, én is csináltam, mindjárt csináltam. Egy gond van. Azzal, hogy a fájdalom testet elutasítottuk, az összes más többi érzelmekre immunissá válunk, azaz az egész érzelmi testünket elutasítottuk. Se jót, se semmit nem akarunk érezni, ez egy fásultsághoz vezet. Ott is van a szövegkörnyezetedben. Na most, amit mi igazán, tehát elutasítottuk a fájdalmat, semmi gond, ezt vissza kell, ezt meg kell gyógyítani a traumoldással, de van itt egy nagyon fontos plusz lépés. Az fontos, hogy ez a függetlenség, és ezt tudom, hogy neked furcsa lesz, mert tudod, már ismerlek meg, hát tudod, itt már olyan közösség van, hogy itt aztán nincsenek titkok, hát átlátunk a másikon. Félünk, tudattalanul félünk az intimitástól. Ez egy olyan furcsa dolog, olyan finom, de mégis olyan józanító, nem, hogy Atya Isten, úgy szeretnék egy jó kapcsolatban, egy intim, ez a dögös kapcsolatban, de valahol nagyon mélyen félek tőle, mert ez az elutasított independence, ezt teremti. Félünk az intimitástól, és félünk, még van valami, most nem jut eszembe, de mindegy, szerintem most ennyi elég, hogyha ezt, hát, és ebbe akkor tudod. Sok minden benne van. Igen. Ebbe az egy szóba ki lehet ezt bogozni. Igen. És tudod, most már ha van technika a kezedben, legyen az ez, vagy az, vagy én mondom, én nem vagyok a technikáknak így a nagy híve, mert ha tudod logikát, akkor azt mondod, hogy fú, az, hogy kis ez egy morgoka, ülj le. Most beszélünk. Bedobsz egy felest, aztán jön ezért a trécs. A trécs, tesszés. Jó. Tehát most azt hiszem, hogy jó sokat mondtam, hogy ez egy jó irány lesz szerintem neked. Mindjárt. Köszönöm szépen. Mindjárt. Sokunk nevében, mert ez nagyon tág volt. Oké. Okay. Jó. És eljutottunk egy olyan pontra, hogyha megnézitek, hogy lehet, hogy nem minden esik jól, de volt, ami volt. És egyre inkább kezdi átvenni az az energia, hogy olyan jó embernek lenni, még akkor is, ha hót hülye voltam néha. Tudod, van bennem lökedek, ez mi röhögnénk, ha nem lenne. Nem? És ezt tesz minket humánna, ezt tesz minket emberi, hogy megmertem lépni azt, Atyaisten, hát még csoda, hogy élek, de jó, hogy élek, köszönöm. És akkor tudod, az ember felépíti magát, nem, mert minden gyógyulatlan trauma egy összezsugorodáshoz vezet, ennek az ellenkezőt kell csinálni. Azok, akik eddig... Tárgulás. Így van. És tudod, azok, akik bennünk gúnytűztek, kinevettek, ők most távoznak. Maradunk egymásnak, a húsvér emberek, és erre mondtam, hogy most viszont tényleg meg kell fogni egymás kezét, ami jó dolog. Ez nem azt jelenti, hogy tántorogni fogunk, hanem azt mondja, minden oké, okay, persze, hogy a jó embernek lenni. Tehát magyarul el kell engedni a szégyenbe bugyolált emlékeinket, a gondolatainkat. Mert benne gondolsz, az embereknek mi a legnagyobb bajuk? Az, hogy gondolatuk van a gondolatukról. Ha nem lenne gondolat a gondolatra, akkor csak a csinál, menni. Mind a kutyus. Éhes vagyok, bezobál. Lepisíli a bokrot, fán, megy tovább. Nincs a bűntudat. Onnan van nekünk bűntudat. Azért van bűntudat, mert elkezdjük analizálni a gondolatok, és minél tisztább az elme, annál kevésbé lesz a gondolatokról gondolat. Ezek a szponzori. Ennek mi a gyökér oka? Az analizálásnak mi a gyökér oka? Hú, ezt pedig most olvastam. Mondok egy önüzenet, ami fentről jön, ez szép üzenet lesz, hogy eddig az ember az elméjében innen próbálta irányítani a világot, nem innen.
amikor itt vagyunk, és ez a lényeg ennek az igazi munkának, hogy Buksi, meg tudod, mindenféle más csakrába volt az energia, itt nem, hogyha ez irányít, a többi az támogatja ezt a működést, eddig ez nem létezett, vagy nem működött jó. Az analizálás az az, hogy a túlélésünk érdekében próbáljuk megérteni, hogy mi folyik itt. Ez az elme. E túlélés, biztonságkeresés, stb. És akkor onnan tudod, ismered most már ezt a logikát, ezt a ide-oda, fekete-fehér, balra-jobbra logikát, hogy mit jelentene neked az, ha nem analizálnál? Mit veszítenél el azzal? És nézd meg, mi jön fel. Mi jött fel neked? Felszabadulás. Rögtön ez a szó jött, hogy felszabadulás. Oké. Okay. És akkor ilyenkor kell tudni ezt a logikát, tehát a felszabadulás. Margóka, érdemes vagy, és méltó vagy a felszabadulás. Már nem kell azt a régi mintát vinni, mert már ez a minta, meg ez a hiedelem is elengedhetőt most. Érzed, hogy fut át az energiatestedem? Abszolút. De nagyon durva, nem? És emögött, ez alatt van olyan plusz energia is, hogy az eredeti rabszolgaságunk programjait is oldani kell, és ezek a finom kifejezések, ezek a finom beszélek, ezeket azokat is oldják. Már nem kell mentális rabszolgaként élni. Nem kell az érzelmed börtönében tovább tartózkodni. Szabad vagy. Érdemes vagy a szabadságra. Ízleld meg az életet, kapjál kedvre. Kedvem, az volt mindig angolul fordítok, most megy, jobban megy, hogy kedveld az életet, fogadd el, legyen életkedved, legyél boldog, vállald be. Már vége a veszélynek, vége a rossznak. Ügyes vagy, megúsztad, itt vagy, élsz, csodás vagy, ártatlan vagy. Köszönöm. Oké, nagyon szívesen. De érzed, hogy milyen ezek a finom energiák, ezek uralják az univerzumot. Te tudom, hogy te hogy meg megmutatod. Tessék? Tessék? Hogy ne érezném. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Jó. Hogy vagytok? A többiek, oké. Okay. Robi, szeretnék egy pillanatra beszélni hozzád. Igen. Én nagyjából megszámoltam a kérdéseket, 20-valahány van még, és 3-4-9 van, hogy szeretnéd ezt? Nem tudok mindenre válaszolni. Igen, azért szóltam. Még, talán bírom még 15-20 percig, utána leszeretném zárni. Jó, mindegy, figyelj, nézzük át, hogy mi van, és akkor adok olyan szintű válaszokat. Majd azt is meg tudom csinálni, de nem ígérem, hogy most, hogy már itthon vagyok, hogy lehet, hogy csinálok egy-két publikus YouTube videót erről. Jó, majd átnézem a kérdéseket, itt van nálam, tehát köszönöm. De jó, azt hiszem, megválaszoltam a kérdésedet. Még azóta is jött hozzá. Nem szeretem ezeket a 4 órás valamiket, mert tényleg épp elég az embereknek, tudod, fárasztó. Jó, na, nézzük akkor. Gyerekekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni, akik eleve kiskortól megkapják az internetet, rabjai lettek, mit tudunk tenni, hogy jó legyen, nem értek hozzá, örülök, hogy sikerült belépni. Itt a fizikai síkon és az érzelmi síkon is talpon kell lenni. Az internet rabjaivá válni azt jelenti, hogy hát ez valamilyen szinten ez egy addiction, milyenek hívják, szenvedélybetegség. Itt ebben fel kell ismerni olyan mintát, hogy a szülő, most Ildikóban, te esetedben, te azt tudod csinálni, hogy fedezd fel
úgy benned, mint a gyermekek apukájában, mind a ti felmenőitekben, azt a sztórit, ahol a kreativitásotok meg lett sebezve, ahol kinevették, ahol kigunyolták a kreativitást, legyen az bármi. És azt kell meggyógyítani, az eredeti trauma. Eddig az emberek, hogy említettem, nagyon céltalanra voltak programozva. A programozás alatt álltunk, a mai nap még nem használhatott sátáni programozás, de ez érthető, hogy ezt ti, mint szülők, ugye most a fizikai síkon is meg kell változtatni, menjetek el kirándulni. Tehát valamilyen szinten meg kell változtatni úgy a környezetet, mint a hozzáállás, mint a mentális hozzáállást. És ahogy említettem, az eredeti trauma okozója ezen, ez egy DNS programunk, ami úgy hívják, hogy addiction, ami megszégyenített kreativitásunkra egy kompenzáció. Tudom, ez egy műszaki valami volt, vagy műszaki technikai kifejezés volt, de gyógyítsátok meg a sebzett kreativitástokat, és akkor a gyermekektől, a gyermekeknek is ajánljatok olyat, amivel ők kreatívok lehetnek, és nem kell egy, mert az internetes világban lebutítva kreativitás nélkül létezni. Jó? Ezek már nagyon mély dolgok és durvák, de azért mondom, hogy van a fizikai sík és van a mentális sík, és mind a kettőt egyszerre kell megcímezni. Edina. Úgy érzem, nem tudok gyengédnő lenni, sokat dolgozok magamon, mégis egyre dühösebb vagyok, valahogy semmi nem jó. Nem találom a helyem, egyre jobban szeretek egyedül lenni, még mindig nagyon sok a frusztráció bennem, az elnyomott részem, szeretnék kedves táplálnő lenni, milyen irányba induljak. Hasonló, mint amit Margókával beszéltünk, kezd el oldani a tőárnyaidat, a függetlenséget, a lázadást, nagyon sok bújtatott programon. És az elutasított női rész az nem csak egy olyan, amit egy meditációba vissza tudsz fogadni. Itt vagy velünk amúgy? Edina. Jó. Mondok egy-két példát, nem vagy itt, hát akkor én most improvizálok. Ez mind úgy a hölgyekre, mind a férfiakra igaz. Ha szeretnéd gyengéd lenni, de nem tudsz, akkor mi vagy? Segítsetek ide a chatbe, írjátok be, kérlek, hogy mi az, aki nem tud gyengéd lenni. Milyen energiával bír? Kemény, nem tudom, még mondjatok egy-két ötletet. Erőszakos, nagyon jó. Kontrolláló, oké. Okay. Ezeket kell integrálni amúgy. Önző, nagyon jó. Jó? Tehát ja, nem tudom, mit hülyeskedik ez itt. Jó, egós, rideg, nagyon jó, harci. Ezeket írjátok le, kérlek. Ezek az árnyaink, amik a rideg, a szívtelen, a domináns, a harcias, a merev, és ott érzéketlen, tompa, nagyon jó. Ezeket kell integrálni az árny... Bocsánat. Az árny integrációs technikával. Csak úgy tudsz egy pozitív eredményt elérni, ha az ellenpólust semlegesíted, az az integrálód. Gondolom, ezt ti már értitek. Jó, tehát ami feljön, zsaroló büntető, pontosan, akkor zsaroló büntetőn belül ott a széttörés traumája. Nagyon jó. Oké. Okay. Oké. Okay. Megyünk tovább. De látjátok, hogy minél többet halljátok a magyarázatokat, rálátásokat, ti is most ugye rengeteg áramkör nagyon sok emberbe be lett kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy az ember úgy már úgy a szívébe érzi a dolgokat. Lehet, hogy nem tudod ezt a precíz pszichológiát, amit a Margókának elmondtam, mert van még ott rengeteg más, de valahol érzed, hogy basszus, tényleg.
van rálátás a dolgokra. Nem az van, hogy alacsonyabb szinten tudod, a mazsolás bodéból az ember kapálódzik, és nincs kiút. Van kiút. Oké, menjünk tovább. 50-ban Katalin's iPad. Azok, akik túl fiatalok, akár nemrég születtek, és nincs életidejük megfelelődni ezeket a dolgokat, nekik hogyan van esélyük az új világban élni? Ez egy jó kérdés. A legtöbb, aki új, a legtöbb, aki 2012 után jött, az nem azért jöttek, nem, hogy mondom másképp, azért jöttek, hogy nekünk segítsenek rálátni dolgokra, tehát ők már kis ítik. Egy-két kivételes esetben lehet, hogy karmát jöttek teljesíteni, nem az ebben az életben megél dolgok a fontosak, mert a lélek már sok millió inkarnációt megélt potenciálisan. Tehát ők nekik eszméletlen komoly élettapasztalatuk van, csak eddig a fizikai sikra leredukált ember azt hitte, hogy én 40 éves vagyok, fiam, tőlem tisztelettel beszélsz, és a sokszor a kisgyerek az a tanár, az az a sokkal sokkal integráltabb, sokkal bölcsebb, mint mi vagy az őseink. Jó? Köszönöm szépen. Erre, itt vagy, oké, látlak, Katalin, na tudjuk, meg ha megvan neked a nagy technika, tehát a vízlátszorongás, és ha itt látsz elakadást ezeknek a kicsiknél, nekik tudsz a nagy technikával segíteni. Ismered a nagy technikát? Nem. Jó, Csak a könyvedet ismerem. Jó, oké. Ha majd oda eljutsz, akkor a vízlátszorongás Hello életben van egy, amit most már majdnem egy szállóig, a nagy technika, ott tudsz holografikusan beszélni bárkihez, a gyógyulás érdekében, úgy más érdekében, mint a tiéd. És ha úgy érzed, hogy itt van elakadás, a kicsiknek, akik nemrég születtek, tudod őket gyógyítani nagy technikával. Jó? Oké, hát sokat beszéltél erről. Okay. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Szívesen is. Az a lényeg, hogy most, hogy olvasod a könyvemet, én ezt mondtam már, nem, most nem akarom túl lihegni itt a dolgot. Nagyon érdemes tényleg azt a logikát megjegyezni, mert ez a logika szükséges arra, hogy a mélybe levigyük. Látod, hogy Margókának is mondtam. Ugyanez a szó környezet, alapenergia van itt, de pluszban van még más is. És amíg az alapenergiákat nem semlegesítjük, ami a könyvben van, addig nincs teljes áttörés, azaz az ego világába maradunk, ami másról nem szólt, mint fél megoldás. Oké, Stárd. Köszönöm. Nagyon szívesen. Soltész Katam. Belső gyermekgyógyítása, szégyen gondolkodás, letétel, traumák, rejény, blokkok oldás, jótán, hogyan valósít meg? Erre van a viszlátszorongás, Hello élet. Nem tudom, hogy ez megvan neked, valószínűleg nincs, mert a kérdésből ez úgy érződik ki, hogy nincs. Azt javaslom, a viszlátszorongás Hello élet, az a szentesrobert.hu-n található meg, tehát ez a magyar weboldalom, és akkor van egy amerikai weboldalom, ami pedig robertszentes.com. Jó, tehát itt, és akkor itt vannak a programok alatt azok a képző kurzusok, amikben már jó páron benn vagytok. Master Yourself, innen jön a Master Yourself, ebből jött a viszlátszorongás. A viszlátszorongás a Master Yourselfnek egy pici része. Az Expert Coach program, most már 55-en vagy 56-an benne vannak, csak magyarok. Most már tudjátok, hogy ez egy kemény program, viszont életmentő, és akkor van a Quantum Core Transformation, ami ez igazi kvantum pszichológia, amikor belemegyünk az igazi, abba az irányító toronyba, ahonnan irányítják az életet. Jó? Ezt javaslom neked, drága, hogy névedd a könyvemet, meg olvasd a viszlátszorongást, beszélsz angol, akkor ott vannak az amerikai képzőkurzusaim is. Jó, drága? Akkor azt hiszem megválaszolom Angélán a kérdését, és utána lezárjuk a mai napot. Köszönöm az eddigi tanításod, nagyon hasznos. Édesem, 2 éve demenciás, mosolyog a csodaszép szeme szeretettel, de sajnos nincs a 3D-ben velünk.
hogy tudnék segíteni rajta. Őt sajnos régóta próbáltam testileg, lelkileg gyógyítani. Magamon tudok családi mintát oldani, hogy segíthessek, és igen, hogyan, nagyon köszönöm. Oké, Angéla. Azt tud csinálni, hogy megnézed a demencia így gyökér okait. Ott van a, nem tudom kinek milyen germán medicina, vagy spirituális pszichológia dokumentumok állnak rendelkezésetekre, de érdemes átolvasni és megismerni, bocsánat, ennek a pszichológián. Amikor valaki dement, így van egy demencia, oké, ez nagyon hasonló az angol az dementia. A demenciás azt jelenti, hogy nem akar emlékezni valamire, az a feloldatlan traumái van. És akkor erre van egy olyan, aki benn van az expert coachba, az most már ezt ismeri, hogy egy kvantum lingvisztika. Ez nem kvantum pszichológia, ez egy kvantum lingvisztika, és ez úgy működik. Nagyon érdekes, hogy az elmének négy kvadránsa van. Van az a kvadráns, ahol jelen vagyunk, és van három másik. És amikor másba látunk megoldani valót vagy hibát, magunkban nem, akkor ez egy másik kvadránsunk, azaz egy disszociált részünk van integrálatlanul. Érdekes, nem? Tehát én most nem, ez most nem új a mutogatás, ez nem azt jelenti, hogy más szám, vagy szemébe a szálkát, a magáéba a gerendát sem, mert nem arról szól, hanem az a másik ember, annak a gondolatmenet energetikája, ha minket kibillent, akkor ez egy tanítási lehetőség, mert egy másik kvantum kvadránsban van a mi elménkben feloldatlan dolog. Most ezt miért mondom? Azért mondom, mert itt van a anyuka, ugye, aki demenciában, úgy meg demenciában egy kicsit? Én demenciás, de jó, oké. Demenciában vagy küzd. Meg tudod kérdezni ezt a kvantum logikai kérdést. Ezen te tudsz finomítani az anyag, hogy mi az az emlék anyunak, amire ő próbál nem emlékezni, de ha emlékezne, megszűnhetne a demencia. Milyen durva, nem? És ezt a tudattalan elme érti. Egy annyira precíz ez a, én majd megmondom, mennyivel megyek, bum, padlogász, és nincs kiút. És az ember tudja ezt a logikát, hogy mi az a probléma, mi az a trauma, mi az az emlék, amit anyukád próbál annyira eltemetni, annyira nem rá gondolni, amit, hogyha felszíne hoznánk most, a demencia eltűnhetne egyszer, és mindenkorra is már nem félne a régi emlékeitől. Milyen szép, nem milyen olyan elegáns, de valahol így most belenyúltam különféle kvantum kvadránsaiba az elmének, és látom, nálatok is megindult ez egy gondolatmenet. Minden betegség egy kompenzáció. A demencia az az, hogy valami történt, általában a mások által megtett dolgokra fogjuk, de az igazi ok mindig az, hogy én ezt a szarházit kinyírtam. Húha, erről ne beszéljünk. Erről nem akarok emlékezni. Beszéljünk másról. És minél hosszabban tovább nyomjuk el ezeket a kinyírtam, letaroltam, semmi gond, mert le kellett, minél hosszabb ideig toljuk el magunktól ezeket az energiákat, annál betegebbek leszünk. Ez megint az elnyomás. Vissza egy kicsit a kvantum logikához. Mi az az elnyomott gondolat? Legyen az vad, legyen az agresszív, legyen az kellemetlen, akár kellemes is, amit te és talán az ősök már olyan hosszú ideje próbálnak a sötétségben, szégyenben tartani, amit, hogyha kiszabadítunk ettől a büntető börtönből, nem csak te,
nem csak a gyermeket, hanem az őseid is meggyógyulhatnak most. Én tudom, hogy nem tudod a választ, de ha tudnád, amit már tudsz most, az elméd, a tudattalan azt ismeri, már be is indult a felszabadulás és a gyógyulás. Ugye? Nincs kiút. Ez azt jelenti, hogy beprogramozza az elmét, hogy ne félj, ne fuss, ne bántsd magad. Kezd, hozd a felszín, ami a felszínre jött, arra van lehetőségünk csak, hogy meggyógyítsuk. Milyen szép, nem? És erre mondtam, hogy jó embernek lenni, szép embernek lenni, nem kell bújni. Ezek csak mentális, energetikai struktúrák, amit ha felhozunk, átvizsgáljuk, a megfelelő technikákkal semlegesítjük, úgy a test, mind a lélek, mind az egész lényük életre kap. A gyerekek, ez volt. Most szerintem itt zárjuk le, úgy érzem, hogy ez egy jó, jó energia, kellemes. Ugye érzitek amúgy a közösségnek a kollektív, tehát ennek a közösségnek a jó szívét, meg ez nem is tudom, úgy mondják, hogy appreciation, tehát hogy olyan a jó itt lenni. Nem velem, hanem veletek így együtt. Érzitek? Ez az új energia, ez lesz az új föld. Nem szennyes teregetni jöttünk ide, hanem megismerni az életet egy mélyebb szinten, megismerni úgy a teremtési logikát egy olyan szinten, hogy annak mi teljesen mesterévé válhassunk egyszer és mindenkorra. Hát véget ér a móka. Már az árul, Robi, mókatáram. Csodás estét kívánom. Sziasztok. Köszönjük szépen. Szia, Robi. Sziasztok. Köszönjük szépen. Sziasztok. Szia, Robi. Sziasztok. Én is köszönjük. Köszönjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm nektek, hogy ilyen kedvesek voltatok, és vittetek a kérdésekre az időt. Köszönöm köszönjük, szépen. Köszönjük, köszönjük, köszönjük szépen. Mindenkinek köszönöm. Köszönjük, jó éjszakát mindenkinek. Jó éjszakát. Sziasztok. 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 Szép estét.